open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello! Sziasztok! Sziasztok! Hello mindenkinek! Mi volt ez a zene? Halott pénz. A kedvenced. Most már hetek óta, hosszú hetek óta, mióta ugye a kis koncertet támogattuk és sűrűbben kezdtük játszani, de szeretik sokan képzelni. Igen, az életednek mindig vannak ilyen időszakai, illetve ezeknek az időszakoknak mindig vannak nagy kedvencei. Emlékezünk csak vissza Heaven Street 7-re. Egy ideig őket szeretted nagyon. Most a halott pénz van soron. Mindig kell egy ilyen negatív oldal, mert akkor jobban látod a pozitívat. Ez így van, ez egyébként abszolút így van. Ez egyébként abszolút így van. Na, olyan szép ide van, szivárvány, mint a Grupa Maréna mellett. Láttátok? Az a logó, a Grupa logó. Igen. Visszaköszöntem, hogy neked is jó reggelt, atyám. Köszöntek is fiának. Gondoltam vissza. Visszaköszönök akkor, jó reggelt, papa. Értettem a jó reggelt üzenetet, köszönjük szépen. Nagyon szép, itt pont a Grupa stadion mellett van. Csak egy ilyen fél szivárvány, nem látszik az egész, de gyönyörű. És milyen életképes a tyúk egyébként, mert átjött el kapirgálni erre az oldalra. Bizonyám, ott már elfogyott az anyag. Azon az oldalon már nem talált több szotyit, úgyhogy átjött erre az oldalra. Igen, de gyönyörű tényleg. Az M7-esen olyan felhőszakadás volt reggel, tényleg? Hogy embertelen, ahogy kijöttem Velencéről, ott elkezdte, és majdnem Érdig esett. Úgyhogy szerintem az erre felé jön, ahogy szokott. De közben süt a nap, közben szivárvány, közben olyan párás, mint a dzsungelben lennél, szóval nagyon, én bírom ezt az időt. Milyen pozitív vagy. Jól időtud a reggelt. De figyelj, süt a nap közben, tehát, hogy... Hát igen, bízunk benne, hogy a hétvégé is jól lesz, felmész bármilyen meteorológiai honlapra, vagy időjárással foglalkozó honlapra, akkor azt látod, hogy hát, szóval melegnek meleg lesz, de hogy az első várható, aztán hétfőtől lesz megint jó időn, nem? Igen. Bízunk benne, hogy azért szebben alakul ez a hétvége, mint ahogy kinéz. Igen. Mint ahogy mondjuk Berki Krisztiánnak. Szegény. Nekem a tegnapi nap híre volt ez. Egyrészt ugye szörnyű, hogy egy aktív tornászunk ilyen balesetet szenved, hogy kificamodik a bokája. Másrészt meg azért gondolkodjunk már el azon a fura gyakorlaton, hogy egy olimpiai világ és Európa bajnok tornásznak érettségiznie kell tornából. Emelt szintű. Krisztián. Azért érted. Jó, persze, itt eltornázgatsz, már egy évek óta itt teszed, leszel, érted, hozol ezt, azt, amazt, itt nyersz, itt ott. Amod, de hát azért... Van magának fiam ebből érettségie? Nincs. Azt nem is értem. Csináljon egy. Azt nem is értem, hogy miért nem kap valaki felmentés olimpiai arannyal? Tehát, hogy az miért nincs meg egyből? Ha már nem? Van egy felsőfokú angolod például, mondjuk érettségi előtt, akkor nem az van, hogy akkor... Nem kell belőle, igen, érettségizni. Én azt gondolom, hogy az olimpiai bajnoki cím, hogy nem csak érettségit, hanem egy diplomát is érne valahol. Én rájöttem egyébként. Én tegnap gondolkodtam rajta, ez azért van, mert az olimpiai bajnoki cím, az ugye lovon történt. Lovon lett megszerezve. Hát tényleg. És a baleset mind történt, párhuzamos korlátom. Azt a mindenit. Tudhatsz te bármit. Öcsém a lovon. Tehát a párhuzamos korlát, az egy másik műfaj. Érted? És mi is lett? Hát be is bizonyosodott. Hát még leérkezésre tudott normálisan. Szegély. Igen, de egyébként teljesen meglepő a hír. Tehát azt mondta, valaki miért nem kapja meg automatikusan, az komolyan mondom, nem is értem. Egy vicc. Szóval, ott nyomott még két bukfencet, meg fel kellett mászni a kötélre, meg medicinlabdába hármat dobnia. Igen, vagy, tehát meg mi egy mérlegállás, vagy én nem tudom, igen, micsoda, nagyon furcsa. Ő ugyan mondta, mert ő egy ilyen jó katona, meg ő mindig azért igyekszik, mondjuk így nem kelteni maga körül a feszültséget, ő mondta, hogy ő neki semmi gondja nincsen azzal, hogy vele nem kísérlet, illetve nem kivételeznek, hanem neki is be kell állni a sorba, de hát ettől függetlenül azért. Most persze jó, hogy nem kell az olimpiára menni, amilyetve nem jó, egyáltalán nem jó, hogy nem lesz ott az olimpián, de mi van, hogyha mondjuk ez egy ilyen felkészülési időszakban történik, és mondjuk hetekre, hónapra visszavet egy ilyen idétlen dolog miatt, egy rosszul sikerült leérkezés. De úgy, hogy ráadásul még le is vonják, tehát érettségi hármas, igen, és olimpia ugrik, tudod? Igen, és ott ül két ilyen izzadó kopasz, 50-es, ilyen régi korbács vagy zakós, aki pontozza neked az érettségidet, tudod? És tönkreteszik az egész karrieredet, mert még egyszer a nevét, kicsi fiam. Igen, hogy hívják majd? És iskolába kellett járni neki előtte? Szerintem be kellett járni, tehát neki ugyanúgy be kellett húzni, ami ki kellett pipálgatnia, hogy a de ha érettségit akarsz, akkor járjon be, azzal nincs baj. Aha. Hát persze, mert ha érettségit akar, akkor persze, hogy be kell járni.
Tehát hát az azt én értem, hogyha akarsz egy érettségit, na de kimarad. Csak az evész, ez egy picit fura. A tesi az sorakozó. Az érdekes, azt teljesen nem értem. Igen. Igen, mert hát azt tudjuk, hogy mit tudom, hogy vannak magyar közéletben olyan emberek, akik nem létező egyetemek szereztek, nem létező diplomákat, meg nem létező nyelvvizsgákat húztak be, nem létező be egykori szovjet egyetemek. De hogy azért, de hogy akkor de mi a azért tudjuk, hogy de igen, tehát hogy vannak közvetett bizonyítékai annak, hogy néha valamit lehetett azért az asztal. Igen. Na mindegy, hogy az olimpiai bajnokság mutyi szóljon bele, ja, érted? Jó, azért mondták, hogy mutassa meg. Miúság egyébként minden oké, minden rendben. Minden persze, hát péntek van, úgyhogy nagyon nagy probléma. Nem lehet, lesz majd játékunk, ugye már tegnap jelezték előre. Hát nem tudok több hangot adni rád, beszélj egy kicsit közel, mert nagyon halk vagy. Szerény vagyok. Már maximum nem, vagy. Szerénység. Hogy ez a velem született szerénység most tör elő belőlem ennyi év után. Kicsit kap be a mikrofon, mert nagyon halk vagy. Nem tudom már hova tolni, mert beszélsz. Kicsi hangot adjál. Nem tudok. Nem. Most jó? Toljál. Már maxon vagy. Toljál, teso. Na, most jó. Nem, hát begerjedek én, mert közben fülék. Hát föl vagy, plusz 10-nél. A hangomtól begerjedsz. Tessék? Ennyire kell téged akkor föltolni, igen. Na mondd, hogy mit kezdtünk el? Hát péntek van, illetve tegnap jeleztük előre, hogy ma lesz egy nagyon jó kis játék, mert egy fullos belépőt lehet nyerni a Harley Festre, úgyhogy erről majd később, hogyha valaki ott szeretne lenni, és látni akarja például a Feriéket élőben, vagy például, a legjobbat emeltek. Így van, tehát nyilván nem a Halloween-nel kezdem, hanem ugye a Best of-val. Igen, föl kell építeni a jó persze, felé. Mert hogy a Halloween is ott lesz, és azért az egy elég nagy duranás. A Switch se rossz, de azért a Halloween mégiscsak fősodor. Meg a felső fesztivál, az igazi nagy fesztiválok közül ezzel szoktak nyitni. Ez a nyitó. És akkor utána igen. Jön a többi. Így van, felmérik a károkat. Igen, hogy mit lehet elérni még a fesztivál szezonban, hogy gyakorlatilag most már az egész nyarat végig tudod, ha valakinek erre van pénze. Fesztiválozni? Igen, hogy egyikből a másikba tudsz menni. Nagyon sok van. Egy kicsit hétfőn hazamész, kimosod a ruhádat, hogy legyen valami, de kettő már ott vagy a következőn, és egészen szinte augusztus végéig tudsz menni. Hát igen, aki megteheti természetesen. Ahol hát nyilván a családi programokat. Hát meg horror árilag is azért. Nem, igen, mész egy Volt, egy Sound, egy Sziget, egy nem tudom, és aztán úgy azért, hogy meg is vagy anyagilag. A srácok igen. Majd bejelentik annak idején, hogy apa, akkor mennénk fesztiválra, azért nyelünk majd egy nagyot. Az úgy erős lesz. Egyikről a másikra mennénk. Megyünk, majd jövünk. És aztán két hónap múlva látod konkrétan. Hát csak egy kicsit előbb dolgozzál, meg ki be a izébe. Hát igen. Ugye diák munka keres, meg rá, mertünk is. Na hát abból aztán sok fesztiválra nem tudsz bemenni mondjuk. Nem tudom, hogy fizetnek most. Rá, nagyon jó. Mennyi most már Sziget heti is valamint horror, nem? Hát, 70-80, 100 körül valahogy így van. Azért az... Ja. Jó, hát nem is ránk van szabva, szóval azért az inkább. Nem, mondják is. Tehát, hogy egyértelmű, az inkább a külföldiekre nem árulnak zsákba macskát, minden más egyedet, igen. Igen, azért az erősen a külföldiekre van. Csepelen teljes szivárvány és dupla ráadásul. Az nagyon jó. Szép is egyébként, tényleg. Jó kis dupla szivárvány. Azt nézem, hogy jó reggelt, most nem írom, hogy fel a feje Balázs, mert megnyertétek a hetet, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen, nem vagyunk elszaborodva, hoztuk a hetet, így van. Nem csak a grupam mellett van szivárvány, a 11-ben is. Ez ugyanaz a szivárvány, csak máshogy látjuk, nem? Így van. Te erről láttad, ők arról látják. Igen. Tehát Budáról én Pestről, de az ugyanaz a szivárványt látjuk, igen. Ugorjatok át egy kicsit a Grupa Arénába, bocsékozz a poén kedvéért. Itt vannak az arénában? Itt vannak. Tényleg? Menjünk már rá. Mit csináljunk? Menjünk, hát csak pacsizzunk már le, vagy valami. Nézzük már meg. Ígyunk már náluk egy kávét. De az mondjuk jó, mert nem hoztam. Menjünk már hozzájuk, ígyunk egy kávét. Az jó, mert nem hoztam náluk mindig. Megint nem hoztam. Még nincs meg az autóm, nem kaptam vissza a nejem autóját. Már ezt a szervizben van a nejem autója, és ő jár az én enyémmel. Otthon ültem tegnap egész délután, mint egy megnyomorodott papucskor. És papucs, ő nem tudott volna bemenni egy kávéért? Ne, ő nem veszi meg. Azt mondja, ez a te bizniszed, te ígérted. Igaza van. Akkor melei vannak. Igen? Kinek? Megcsináltad azt? Szóval még nincs kávé, de lesz. Mikor? Jó munkához idő kell. Aha. Van még benne annyi, hogy tudok egyet inni? Nincs. Szerintem van, de én még valami összeszedem a földről, vagy nem tudom. Én át fogok menni, és meg fogom magamat hivatni. Jó, hívass meg, hozzám egyet nekem is. Én egy lépést nem vagyok hajlandó tenni. De mi neki? Van kávéjuk? Biztos? Ezt honnan tudod, hogy van kávéjuk? Mindig van náluk. Mindig van, láttam, ahogy hívják a Facebook oldalukon. Én azt hittem, hogy lóba kitelepüléseiken mindig ott van. Úgy látom, hogyha van a szendvicsezőjük, akkor ez is megvan. Én megnéztem a képeiket, ott van Fittikém és a Ferenc Józsi. Igen. Nálunk bemelegítő ember, nálunk egy csomó műsoromba tapsoltat, hogy szóljatok már egy-két, dobjon már 3 kávét, mert elromlott a kávégépünk, hogy elfogyott. Jó? Üzenjük Fittikének, hogy dobjon már 3 kávét, mert nincs kávénk, basszus, mert nem hoztam. Adjátok már a tobocséknek. Tehát úgy érte, hogy gondoljon a jövőre, az esetleges később. Gondoljon a jövőre, ha szeretne. Budatétény. Meg tudjuk olajozni azokat a kerekeket.
Ha érti, mire ha gondolsz. Ha tudnak azok a malmok gyorsabban is őrülni, hogy egy-két őszi produkcióban, hogy jöhessen három tapsolni. Három jó szendvics, három jó kávé. Hamarabb menjen az utalás. Te nem vagy flomos véletlenül? Fitikém, ha akarsz jönni, még bemelegíteni, egy-egy nagy élősóra X-faktora, nagyon gyorsan dobjál három kávét nekünk, mert nagyon-nagyon nincs kávé, a Bali nem hozott. Adjátok át nekik, légy jó. Miért van ott Fitikém egyébként? Ilyenkor a reggel most nézem a képeket. Embernek. Az nekünk nem? Pont jó. Hát az kell, hogy ide rohanjon három jó feketével. Ők mindig reggeliztetnek, meg van egy csomó. Amikor a kubanyaknak jobban örülnék, de... Három kubainak? Három jó kubaival jön. Ja, kubaival. Ja, nekem van ott, hozzak neked? Igen. Valaki adott, nem szívtam el. Adja. Le van celofánozva? Nem, félig elszíztam is, hogy gyerek megrágta, illetve belefészkelt egy gerlecsalád. A cellofán miért kérdezett te kis sunyi, hogy tovább ajándékozhass valakinek? Hát akár. Fú, de fronyol. Hozd csak el a szivart, én szívesen elszívom. Le van celofánozva? Ben van abban műanyag, mert akkor már megvan a karjai valakinek, mi? Nem, ha még nem szívtál jó kubait, én kaptam most valakitől, de én nem nagyon szivarozom. Nagyon szívesen odaadom neked, ha akarod. Igen, az így jól hangzik. De mit nem adod el, meg nem teszed fel a vaterára, meg nem látom egy hét múlva, hogy extra nem kubai szivar, semmit. 600 forintért eladó. Nem ígérek semmit. És meglátom a telefonszámodat. Tehát semmi, ezt nem tudom megígérni. Aki mindenből pénzt csinál, hozd csak el, Bali, szívesen elhívnál. Kohimba. 1200 forintért, jó minőségű kubai szivar. Sodortam Barcombián. Fadobaszt megfartam. Egy barátom volt most Kubában, egy nagy csapattal. Elégedett arccal jött hozzám? Nem igazán, nem szerették annyira, és nem is volt. Ráadásul rossz idejük volt, tehát azért az bárhol vagy utálod. Anyut is vitte. Ja, hát anyut is vitte, úgyhogy meg is jóval. Nagy baráti társasággal mentek, és hozott nekem szivart, és pont tegnap kerestem valami mást, és megtaláltam. Jóféle kis kemény dobozos. Nagyon szívesen elhozom neked. Ha még nem szívtál ilyet, nem egy nagy élmény egyébként. Szóval, hogy flash-e jó, hogy úgy fogod a szivart, és szivarozod, jól de... néz ki. Tüdőzz le, az a lényeg. De jó lesz, Jani, rá fogod. Eslug, és Jani hagyat, és megteszem. Koppan a feje a követő, és a virág így átlép rajta, hogy apa. Megint a buli. Már megint szivaroztál. Tudod, hogy már lassan 50 éves vagy, nem bírod. Tudod, hogy a gátra ember kell. Nem tudva. Megint letüdőzted a szivart, apa. Hogy lehet ilyen? Kiveszi a kezedből, tudod, fúj két karikát, és elmegy aludni. Na jól van, oké. Azt mondja, hogy... Nem látom sajnos se a kávéautomatát, se a szendvicsest. Egyelőre. Hát ott biztos van valami büfé, amiből meg tudnak bennünket szállni három darab kávéval, hogy elromlott a kávégépünk. Illetve pontosabban nem elromlott, hanem elfogyott a kávé, mert Bali nem képes kávét hozni, mert Balinak nincs autója. Érted. Bali egy rendes ember, aki odaadja a feleségének az autót. Á, jó, emelt ki menj magad csak, azért. Drágá, menj, igen. Majd én megoldom. Érted. Otthon ültem egész délután. Így hogy vegyek kávét? Hát, hogy sáfárkodunk el a javainkkal, érted? Tehát, hogy mi ott spórolunk, ahol tudunk, hogy mik vagyunk, mi matolcsék, vagy össze-vissza költök ez. Hát most érted? Hát most mit csinálják? Érted? Hát, nem szórunk csak így ide-oda, érted? Nem dobáljuk a rokonokat, csak így ezzel-azzal. Ha nem veszünk csak egy munkácsit, ha átmehetünk a másik oldalon. Hát ez az. Na jó. Azt mondja, hogy üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. Nincs autó, nincs kávé. Tökéletesen igazad van, Szél. Nagyon jó. Ezt üzenjük Brüsszelnek. Nincs autó, egyenes arányosan nincs kávé. Majd lesz autó, lesz kávé. Állítom, ma már kész van a Viki autója. És addig ő Funkita? Funkit? Ki Funkit? Viki jó Funkit. Ő Funkit a teljes dobozza? Ő megy vele, jól áll neki. A 2,5 tonnás autót egészen jól kezeli. Kiszáll vele. Agresszívabb lett, hogy 43 kilójával. Nem, normálisan vezet, de jó. Mióta az ő autója és automata, azóta bátrabban használja az enyémet is. Ja, mert eddig nem volt meg a rutin, mi? Nem, tudod, hát ott van egy P, egy R, egy N, egy D, azért az van egy kérdés, de mióta jól vezeti az automata, tehát azóta már az enyémmel is. Hál' Isten tud menni. Na mindegy, szóval lesz. Úton van a kávé, ez a lényeg. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk tegnap. Beszorult a mosógépbe egy kínai férfi, és picit nevettünk rajta, illetve felhívtuk a katasztrófa védelem szóvivőjét, mondja el, hogy ők milyen hasonló esetekkel találkoztak. Jó fej volt, egy csomó konkrétumot mondott. Én azt hittem, hogy elinkelés lesz, hogy hát nem mondhatom, nem beszéltek róla, de kiderült, hogy azért nem kell elmenni Kínába, hogy valaki beszoruljon a mosógébe, mert Magyarországon is vannak érdekes esetek. Igen. Emberünk egyébként a fejét próbálta beszappanozni és úgy kihúzni, nem sikerült, aztán jöttek a tűzoltók, a fotó az elképesztő róla, talán fenn van a Facebookon, meg tudjátok nézni. Hát az hihetetlen. Na, szóval hogy erről volt szó tegnap, ezt megmutatjuk. Azt hiszem, hogy milyen hosszú az anyag. Ja, nem jövünk már vissza. Nem jövünk vissza, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Hogy állunk? Menjünk kávézni. 3-1. A grupamába. 3-1? Igen.
kell még ez a pénteki játék? Vagy hát neki, a elzenéljük. Hallgatóknak, nem a hallgatóknak kell. A hallgatóknak kell. Egyéni ajándékcsomag még lehet. Aha. Hát valamit kell adnunk azért a három kávéért, meg a három szendvicsért. Adjuk oda nekik a lehetőséget. És Fittikém játszol egyet? Igen, vagy Dani. Nem? Hát figyelj, itt vannak közelben, mi bármi benne vagyunk. Őszintén ők azok, akik kicsit merevebbek, vagy elzárkoznak. Még múltkor, amikor összekapcsolódtunk, akkor is ők voltak azok, akik kirohantak, meg úgy nagyon nem akartak velünk közösködni. Mi mindenre nyitottak vagyunk, tehát nálunk bármit lehet. Mire megszerezted ezt a piros vízforralót? Ekkora meló volt. Hát, ha nincs kint a főnök, azt mondjuk, akkor szerintem nem lesz gond. Akinek csak a neve kicsi, de a hatalma nagy. Na jó van. 4 perc pontosan 6:30, drága hallgatók, játszatok velünk, írjatok SMS-t, hallgassátok meg a tegnapinak egyik legjobb pillanatát, vagy pillanatait, aztán a hírek után már is jövünk. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt, kuc-kuc, itt vagyunk. Hello. Süt már a napocska. És az Instagramon egy helyes, vidám kis képpel kívántunk mindenkinek. Szép reggelt, és nagyon kellemes hétvégét. Ilyen hétvégét. Jó, így van. Még most látni? Még látni? Még ott van? Aha. Ezen gondolkoztam, hogy ugye az ilyen levevős cuccok azok úgy működnek, hogy van egy szoftver, ami ezeket szűri. Így van. Ez pont nem fogja észrevenni. Uh-huh. Hát, nem. Ügyes Lézen vagy. Nyám. Ezen nincs mit ügyes észrevenni. Vagy. Uh-huh. Én jobban szeretem annak idején a gyalogkakukot például, vagy a préri farkas, de hogy egyébként a donátkasás nagyon cuki. Egy donátkasás képet. Nagyon cuki. Kívántunk mindenkinek jó reggelt. Cukkanosat nyomjon minden kezdő kis csőri. Na, itt vagyunk, azt mondja, hogy nézzük gyorsan. Ugye 3-1 van, tehát hoztuk a hetet, de még lehet 3-2, vagyis valaki még nyerhet egy ajándékcsomagot. Jó, már is megnézzük, kivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Halló, sziasztok. Halló, szia. Hogy hívnak? Viktor vagyok. Viktor, nem beszéltünk már valamikor, Viktor? Nem, velem nem. Kivel, a tesoddal? Nem, apámmal. Szerintem vele sem, nem, apámmal. Nem. Apámmal, anyámmal és a húgommal, igen, velem még nem. Viktor, honnan hívtál minket? Hát én most jelenleg az M3-as autópálya mellett vagyok. Na. Autót mentettünk. Az úgy nézett ki, hogy én elindultam Ceglédről, elmentünk Bécsbe, hoztunk Debrecenbe egy srácot, mert lerobbant, utána meg úton vagyunk Pestre. A rövid kis túra volt. Az igen. Az sűrű. Akkor sűrű napod van. Hát így délután indultunk. Mennyit vezettetek? A hány kilométer kiszabad? Hát itt durván ilyen 1000 kilométer lesz, mire Pestre érünk. 1100-1200, valahogy így. Atyaisten, az sok. És utána megyek vissza Ceglédre. Kimentetek valakiért, hogy megmentsétek? Igen, hát nem azt megmentjük, hanem hogy oda szállítsuk szegényt. Milyen autó robbant le? Volkswagen póló. Egy kis póló, megadta magát. Igen, és onnan kellett hazahozni? Atya Isten. Igen. Hát itt Bécs után egy olyan 60 kilométer, 70-re lehetett. Felkölten és Tózdorf között volt. Akkor vontattátok, vagy trélerrel? Trélerrel. Visszatrélereztétek. Az szép túra. Az szép túra. Tök kemény. Azt nem is kérdeztük, hogy tietek volt a lerobbant autó? Nem. Volt hozzá között? Mi voltatok a megmentők. Ti voltatok a megmentők, jó, de ismertétek a tulajt, tehát nem az volt, hogy nézd már, ott áll egy póló az autó. Hallod egyet, ott nem kell senki. Ismertétek. Jól van, Viktor, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Tényleg? Igen. Igen? Hát akkor legyen így, jó. Legyen még amit nekem. Már játszottam egy héten többet is. Szeretnek. Ez persze nem baj, csak mondom, hogy jelzem, hogy már játszottam. De mindig, egy jó játékra mindig vevő vagyok. Jó játékos vagy? Okay. Nem próbáltam még ki magamat, mert annyira teljesen spontán írtam, mert hallgattam ezeket reggel. Na mondom, írok egyet, mondom, hát ha. Én teljesen annyit írtam, hogy jelentkeznék a játékra. Ennyi volt. Látod? És akkor Anna visszahívott. Ennyi. Nem kell több. Nem kell nyalogatoskodás, nem volt az SMS-ben. Nem kell még arcoskodni, meg körben nyalogatni, meg udvarolni minket. Ha valaki csak egy rövidet ír, azt is visszahívjuk. Nem mindig. Nem igen. Mindig azt, aki nagyon udvarol. Jól van, kezdjük el. Jó, Jani? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok. Okay. Kérdezzek, vagy kérdezzél? Kérdezz nyugodtan. Nézted a BL döntőt hétvégén? Annyira
kevésbé szeretem a focit. Milyen sportot szeretsz? Mesélj egy kicsit. Régebben boxoltam. Boxoltál? Durván egy évet, de... Egy évig csak? Miért volt ilyen rövid? Az kevésnek tűnik. Utána hülye voltam. Hülye voltál? Meglett a jogsim kocsira. Utána meg kocsikáztam, mert fontosabb volt benzin, tankolás. Utána ja, nem aha. Kivontam. Kivontad? Ah, nem is hallottam. Én pont most akartalak erről kérdezni, hogy a csajozás és a kocsikázás elvette az eszedet, és abbahagytad a sportot. Igen, de átbántam amúgy teljesen. Tényleg? Aha. Na, miért nem ész vissza? Hát, mert mellette most én autómentőzök, szóval így nehéz összehozni, de ezt tervezem, hogy visszamegyek. Ja, értem. De saját autómentő vagy apukádnak segítesz? Hát egy ilyen családi autómentő. Keresztapukával mentek is hozzátok a lerobbant autókat. Jól van, hát figyelj! Azokat is saját részt, és így csináljuk. Viktorkám, hát nincs ajándékcsomag sajnos. Hát, majd legközelebb talán. Legközelebb. Hát, még egyszer összehoz bennünket. Köszönöm, hogy játszottam veletek. Köszi. Hello. Ciao. Hello. Gyerekek. Hát ennyi. Négy egyecske. Az szép. Még tét nélkül is, hogy küzdöttél, mi? Én nem adom. Én nekem minden megszólalás, egy háború, minden játék, egy harc, minden altatás, egy küzdelem. Minden, az élet minden területi harcolok, minden szex, egy győzni akarás. Óriási voltam, ez behúzta. Nagyon nagy voltam. Gyerekek, az élet minden területén mindig harcolunk, úgyhogy 4-1. Nem, jobb az, mint a 3-2. Jobb az, mint a 3-2. Azért gondolkodom, hogy ilyen fura dolog egy autómentőnek azt mondani, hogy jó munkát. Hát miért? Nem. A doki is örül, ha operálhat, az autómentős is örül, ha van lerobbant autó, a temetkezés örül, ha temethet. Hát ez na ilyen. De a maszek, de mi azért üresbe fizeti a keresztapja, vagy mi? A korbonztok örül, ha boncolhat. Nem, ott teljesítménybérezés van, úgyhogy néhány fékcsövet már átvágott. Egyébként igen, sok a haversosok az autó. Higgyétek el, ezt kiszortuk a százasszegeket. Lesz bőven a gumisnak is, meg nekem is munka. Mindenkinek gyorsabban kérünk, itt vagyunk egy kanyarra. 5 perc, pontosan 7 óra, van friss közlekedési híretek. Küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van. Ez a nap legjobb híre szerintem mindenkinek. És hát egy jó kis Guns N' Roses után egyből könnyebben indul a nap legalábbis. Jó, mi ezt így gondoljuk. Hát ez egy jó rock and roll nélkül nincs reggel. És nem? Ilyenkor a rajongók mindig berobbannak. Mi ez a fos? Így van. Jó ez a macsiságed is. Igen. Hát nem, de mindenkinek sajnos zenében nem lehet. Nem lehet megfelelni, de hát ezt hozzá vagyunk szokva. Reméljük, hogy élőben is meghallgathatjuk őket. Bizonyám. Akkor jövőre. Én azt nagyon várom már, most már nézegetem folyamatosan a GunsNRoses.com-ot, és augusztus végig vagy szeptemberig vannak meg az időpontok, de még amerikai turné van. Semmi közeli. Még hát nincs, még nem. De szóval róla, azonnal mondom. Kb. 2 naponta megnézem. GNR.com. Hát ha. Hogy van-e, jönnek-e ahol Londonban, Németországban, vagy mi jött, ki jött? Hát nem mondjátok komolyan! Hello! Azt a mindenit! Hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Ó, hello! Megjöttek a Music FM-esek gyerekek! Hát micsoda kollégalitás, kérem szépen! Így voltunk hosszú éveken át. Tényleg? Hoztatok nekünk kávét? Hoztunk rövidet is, hosszút is, meg egy kis popcornt, ez különösen Földes Ádám vette nektek külön. Azt a mindenségét neki! De is üzeni, hogy a legdrágább popcorn a világon, úgyhogy úgy egyétek! Ezért átnézhetjük, mint sem megmérgezve, ha Földes vette nekünk. Ugye mikor a reggel elmondtuk, bocsánat, hogy ugye elfogyott a kávénk, és mondtuk, hogy itt vannak a bocsiék szemben a másik oldalon, hogy kitelepültök, közben írták a hallgatók, és mondtuk, akkor dobjatok már át nekünk egy kávét, mert Bali ígérei a kávét egy hete, de nekünk nincs, nálatok meg mindig van egy csomó minden. Igen, most két helyről is, hát most ez a legközelebbi helyről érkezett a kávé, úgyhogy van rövid is, hosszú is, meg egy kis cukor, de azt mondtátok, hogy az mintha lenne nektek is. A cukrunkban. Cukrunkban. Jó, maga, tényleg gépi kávét isztok? Nem, a VIP-ben nekünk van jobb, de abból nem akartunk hozni. És mondta, bocs, hogy akkor gyere, igen? Hát én ajánlottam fel, hogy körbenéztek. Mondjuk a legjobbat
kivették abból a szedből. Ja, az van. Igaz, egyébként a legcsinosabb, a legcsinosabb jött, igen. Kimenjünk esetleg a lefekvőben. Nem kell, megoldjuk. Mióta nem találkoztatok egyébként? Így személyesen régóta? Egy éve? Körülbelül, ja. Tényleg? Megiszunk egy kávét, van egy telefon, egy évben egyszer, azt hiszem. De jó. Ezt mindig te kezdem, neked mert én elfelejtem a születésnapot. Neked lehet exekkel beszélni? Igen. Neked nem? Egy időben lehetett, aztán eltűntek a számok a telefonomból. És aztán az exek is, és az exek is szép sorjába valahogy nem tudom. Már úgy nem nagyon jelentkeznek. Egyébként ezt a szép találkozást lehet követni az interneten is. Komolyan? Élőben közvetítünk. Élő közvetítésetek van most? Három ember itt, minden GoPro-val, telefonnal. És ez a weblapon miért nem látszik, mert én próbáltam. Ja, nem nálatok kell keresni. Nem, hát nyilván a miénken keresett. Ott kereste. Ja, Facebook oldalon. Hát ez nagyon helyesek. Hogy jön fel Music FM? Tessék? Élő közvetítés. Már pénz is van benne? Most már de nagyon-nagyon aranyosak vagytok, nagyon szépen köszönjük. Örülünk a kezdeményezésnek. Milyen a buli a másik oldalon? Nagyon jó, sokan vannak. Sokan vannak? Igen, meg nagyon jó játékaink. A nemzetközi buszállomáson már. Csak mondom, hogy ne keverjenek össze. Belül vannak sokan. Ja. Most éppen ilyen focilabdának öltözve lögdösik egymást a pályán, de nagyon vicces. De láttam a Fittikémet is beengeditek, hát azért mindennek van határa. Már őt is olyan jól néz ki Fitti. Tényleg? Kös nyakkendője van meg minden. Komolyan? Nagyon. Jó van. Akkor ő hozott vagy küldött ő is kávét, akkor jöhet még tapsolni hozzánk. Cukik vagytok. Csókoltatunk mindenkit a másik oldalon. Jó? Drágák vagytok, köszönjük szépen. Szendvicset is kaptunk? Azt nem, de popcornt osztoztunk. Nagyon jó. Hát tényleg cukik vagytok. Köszönjük, puszi. Köszönjük. Sziasztok, ciao, hello. Szia Gabi, köszönjük. Hello, ciao, ciao. Jó nézek, gyere édes. Egy kibékülő szex, nem? Már biztos meg volt. Mi jó is az. És egyszer a Gabi is akarta. Milyen jó lesz. Gyere visz. Ugye? Nagyon helyre kis popsia van. Nagyon kis kerekecske gombocska. Hát béka, téged szeretlek, tudod. De azért egy hármastól nem állok. Ugye? Lányok, én 7-12. Ti csak játszottok egymással. Ja Istenem, na. Akkor adjatok egy kávét, Léci. Hát ha már küldtek rövidet, kávét... Vagy hosszút kérsz? Egy rövidet. Egy rövidet. Egy jó rövid kávé, ez nekem elég most. Tessék. Köszönöm szépen. Jána? Komolyan mondom, küldtek kávét. Hát milyen rendesek. Ez melyik filmes sajtóbebuntatóról maradt meg ez a patogatott kukoricát? Meleszek. A Földes Ádám nálunk is dolgozott, még a Danubiusban is. Igen. Óvatosan azzal a popcornnal, nehogy valami legyen. Valami más is legyen. A bocsék, azt hiszik, nem vagytok élőben. Mi, hogy eljátsszuk az élőt? Vagy hogy... Várj, mivel bizonyítsunk be, hogy élőben vagyunk? Vegyek fel egy blikket magam elé, vagy mondjuk olyat, amit élőben biztos nem tudom. De élőben, abszolút élőben megyünk, és élőben jöttek ők is be. Nagyon helyesek. Hát figyeljetek, mi ezt is félig humorból mondtuk, de kaptunk kávét. Látjátok? Hogyha Bali nem hoz kávét, akkor is van kávé. Jó, most mondasz, hogy ezt is te intézted. Picit elintéztem ezt nem most így. Egyszerű, nem volt egyszerű, hogy szervezél egy Music FM-es kitelepülést a szomszédba, de egy kávéért. De egy kávéért mindent. Egy kávéért ez is. Jaj, nagyon jó, megértem. Nagyon szépen köszönjük tényleg még egyszer. Ingen. Figyelmesek vagytok. Itt majd valahogy viszont. Adták adásban, azt írja a hallgató. Adták adásban? Bennünket, de hogy? Gabin volt egy mikrofon? Szerintem nem, de nem tudom, hogy átvett, mert úgy nyilatkozta, bocsi, hogy hallhatóan ez egy káosz, le is keverte a találkozótokat. Aha, na jó. Aha, nagyon jó. Megnéztem a Facebook oldalokon a felrakott fotókat, és az egyik éppen az látszik, hogy a bocsi az egyik kávéba belenyal, és sajnos az a baj, hogy minden pohár egyforma. Ó, basszus, biztos én iszom. Aha, akkor... Ez biztos én kaptam, remélem más nincs benne. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Van valami, az M3-ason azt keresem, bevezető, végre jól lehet menni. Ja igen, akkor már nincs káosz. Hurrá, kaptuk SMS-ben. Igen, mert hogy Astra még azt írta nekünk 7 órakor, hogy az M3-as bevezetőn kilométeres dugó van, de akkor ezek szerint ez azóta elhárult. Mert hogy már jól lehet haladni. Az M1-esen Győr előtt Pest felé a járósában rostokolok 2:30 óta. Napocskás kamionnal defekt az elakadások. A kollégáknak üzenem, kicsit, ha lehet, kerüljenek már ki. 2:30 óta, az SMS 7 órakor jött. Az kemény. Éberék most állították fel a háromlábút Veszprémben, a Jutasi úton a Spárnál, s Necike üzeni nekünk, Szeghalom vasútállomás a 47-es főúton szintén mérnek, és gumidarabok vannak az M1-esen a 135-ös
kőtől. Úgyhogy vigyázzatok. Valamivel szerintem kellene viszonoznunk ezt a kedvességet, nem? Küldjünk mi is valamit. Maradt még itt a régi időben. De hogy nem, itt láttam pár szánkót kallogni is. Az még jó évet élet. Bizony. Azt mondta Bocsi, hogy műöröm, amit toltunk. Nem volt műöröm, örültünk. Tökre örültünk, meg jó fejek voltak. Menjek meg, uleljem. Szerintem ne. Illetve hát, ha igényed van rá, akkor... Nem, de tök volt, nagyon jó fejek vagytok még egyszer. Ú, de rossz ez a kávé. De hogy is, nem, én nincs benne semmi, majd még tennem kevele édes. Cukor, te mit kérsz? Csak beleoldódott a bocsi protkó ragasztója. Egy kis édesítőd van. Itt van. Küldtek? Ilyen, ez jó. Jó van, ez a bogyós. Aha, te jó édes, én miért nem cukrozom soha, tudom. Az nagyon jó. Majd ábrándosod a tekintet lett Ferinek, nem? Nem értem. Figyelj! Igaz? Picit azért. Figyelj. Gyerekek. Annak idején is rendben volt. Igen, a szomszédok is rágyújtottak? volt jó, nagy műsor? Tényleg nagy műsor? Nagy. Nagy? Nagy, jó volt. Hallod? Nagyon. Most mi van? Hát már átbeszéltük egyszer. Figyelj. Ne rángassatok. De ilyen, úgy tudod, ilyen virágnyelven, hogy férfiak beszélnek arról, amikor ott ülnek a feleségek, hogy a feleségek ne értsék. Tudod, hallod? Van ilyen fiús beszélgetés, amikor így... Amikor ezt a feleség nem értheti. Ha gondolod, kapsz két halott pénznyi időt. Be tudunk rakni két zenét. Beszélgetünk addig Balázs valami semleges témáról. Kérdezek olyat, hogy ilyen abszolút megkérdezhető. Nem, úgy nem tudom. Nem, az a baj, hogy 40 éves vagyok, romlott vagyok, így már nem tudom meg. Ezt nem tudom így megkérdezni. Nem akarjuk kerülgetni. Szuper volt, szép volt, jó volt. De azért csak kirakta a diplomamunkádat az útra. Igen. Valahogy így ilyenkor nem jut. Lehet, hogy nem tudott máshogy kiverni a fejéből, és már erősen akart tőled szabadulni. Igen. Tehát, hogy annyira jó voltál neki, hogy azt mondta, hogy igen, hogy kicsit még ott belül tudod, mindent. Amikor egy nő eltépi az exet utcait, akkor még mindig van érzelem. Fölgyújtotta a házad, de ez a garázsban volt, úgyhogy igen, leolvasztotta a mély hűtőt, kidobott mindent a jégről, ami még utánad maradt. A fél marha. Leakasztottam. Igen, ha valaki ugye nem tudná, csak mondjuk, mert talán nem mindenki hallgat bennünket minden nap, ugye Bela Gabi, aki átjött a Musicból, ő ugye Ferinek az egykori exe, az egyik, hát és ő hozta most át a kávét Bocsiéktól, csak talán ezeket a szálakat nem biztos, hogy mindenki összeteszi. Ja. Ezért kérdezzük mi Ferit Gabiról ennyit, mert hogy ti együtt éltetek. 10 évvel ezelőtt volt, 7 évig tartott. Tehát hosszas. Ez az időszak, amikor az a fránya 7 év. Az a fránya 7. Nagyon sokat szakítanak akkor egyébként. Amíg a személyi kölcsönt visszafizettétek. Nem, amíg ő fizette vissza az enyémet, csak valami hasznom legyen. Jó ötlet volt Gabival a kapcsolat, jó ötlet volt a Provident, tudod. Megjön neki most. Na, oké, hát akkor elkezdjük a 7 óra utáni témánkat, amit Zsűl szolgáltat nekünk. Bum. Akkor nem fogunk vele rohanni. Bum. Igen, mert a Zsül hétvégén kirándulni volt. Kent magának egy szendvicset, felvette a kis kirándulós bakancsát, felvette a kis kockás hátizsákját, fogott egy térképet, igen. És elindult túrázni. Vett 10 darab vizes zsömlét, meg két rúd tömlős sajtot. Húztak a parizert az olcsomból. A kávét belöntött az olimposzos üvegbe. Igen. És elindult túrázni. Hol jártál, Zsül? Egerszalókon volt. Egerszalókon, ha emlékszem, még ott régen lehetett éjszaka fürdőzni. Arra már talán sokan nem emlékeznek, hogy amikor még nem csinálták meg a szállodákat, akkor ilyen kis nagyon nomád helyen lementél Pestről, éjszaka két kis kör alakú agyag medencébe beültél, ott volt egy ilyen kis átöltözős szekrény. Irgalmatlan nagy vascsőn keresztül zubogott ki. A hegyből a termálvíz. Zseniális volt. Hogy ilyen belógós. Nem, először belógós, aztán megcsinálták félhivatalosra, aztán már jegyet szedtek, aztán már kialakították a parkolót, ma már az egészet kiépítették, és nem olyan jó. Akkor ilyen nomád körülmények között fürödtél éjszaka. Olyan volt, mint a Tenkes kapitány című sorozatban a Büdös víz című részt, amikor így egy ilyen, hogy hihetett, ilyen sáros, ilyen patakparton, vagy nem is tudom, ilyen tóparton ejtőzött mindenki, és így a gyógyvíznek a jótékony hatásai miatt ott fetrengtek így sarosan, és ez pontosan ugyanilyen volt. Hihetetlen jó pofa volt. Igen, na, szóval arra még talán sokan emlékeznek, de nem is ez a lényeg. Zsül Egerszalogon járt, és rögzített valami olyat, amit szerintem már nagyon-nagyon ritkán lehet hallani Magyarországon. Hát meglepődtünk, sőt, szemünk, szánk, mindenünk tátva maradt, ugyanis azt hittem, hogy ez már körülbelül, nem tudom, 30-40-50 éve nem létezik. És nem ez. Nem, nem Haki Tamással találkozott. Ez pedig. A fostos bugybóka Egerszalókon. Ott járt, Haki Tamás.
Na, szóval ez nem én vagyok. De mi ez a csipolás? Na, mi ez a madárhang? Nálam nem csip. Nálad mutatjuk, jó, hogy ezt rögzítette. Figyelj, szenzációs, hallgassátok meg. Már jó. Ezúton kérünk minden kedves lakos vendéget, hogy értékeinkre figyeljünk oda, ne rongáljuk és károsítsuk Eger szalunkot. Zseniális. Hát zseniális. Továbbiakban kérjük, a temető területére is fordítsunk figyelmet a sajnálatos eltulajdonítások miatt. Nagyon nagy. A temetőre is fordítsunk figyelmet a sajnálatos eltulajdonítások miatt, és a... És előről, és előről indul. Figyelem. Hányszor adták ezt le? Háromszor óriási, leadták. Óriási. Ugye, csak talán nem biztos, hogy mindenki jól hallotta, vagy azonnal föl tudta hangosítani a rádióját. Arról van szó, hogy hát egy tulajdonképpen egy ilyen hangos bemondón keresztül a szalóki lármafa. A szalóki lármafa üzent, és hát ez tényleg, tehát ez egy múlt századból itt ragadt valami. Hát ez az ajtócsengővel, amire az annak effekt. Idején 300 forintért vetted, ez volt az első olyan csengő. Hetet tudott. Vagy, igen, és nem kellett kábelezni, hanem ilyen rádiófrekvenciás jellel, és ez ultramenő volt, de ez 40 éve. Igen, ez 40 éve volt. És várjál, van ez most kösmé. Ugyanez a hangja. Ez az, hogy egyébként a hangra mindig érdemes volt odafigyelni, mert hogyha véletlenül ugyanazt a hangot állítottad be, amit a szomszéd, már pedig egyébként egy ilyen lakótelepi ilyen kis folyosó soron, ott simán előfordult, hogy 4-5 lakásban is ugyanez a csengő fajta volt. És hogyha te nem figyeltél arra, hogy a szomszédnak mi volt, akkor mivel ugye papírvékonyságok voltak a falak, állandóan kiszaladgáltál, hogy megnézd, hogy ki az közben a szomszédban jöttek, vagy kettően feje. Viszont amikor ezt elkezdték így mondani, akkor már azért Zsüléknak kezében nem voltak ott az út közben szedett virágok. Igen, Zsül ugye ezt telefonnal vette fel, és a lényeg, hogy Egerszalókban vannak, meg Egerszalókon még vannak ugye valószínűleg beakhangfalak, vagy nem tudom mi. Azt nem hiszem. Hát de nagyjából így tudom elképzelni, hogy négy darab hatalmas beakhangfal van. Hát ez onnan kell. Hangszóróból szólt. Hogy hívják, tehát ez a beakhangfal az nem... Van egy csomó iskolában van beakhangfal. És megszólalt ugye a lármafa, vagy a hangos bemondón keresztül bejátszották ezt az egerszalóki lakóknak, hogy ne lopjanak a temetőbe, virágosítanak a faluba, vigyázzanak az értékekre, és tessék nem ellopni a növényt. Mit csináljanak? E-mailt küldjenek? Hát gyerekek, ez szerintem, nagyon... Szerintem zseniális. Zseniális, igen, zseniális. De hogy a nagyanyáink, meg anyáink élhettek ilyen falvakon, amikor ugye a lármafa megszólalt. A kisbíró kidobolta, mit kellett közölni. Ugyanúgy mondta mindig, tehát felvétel volt, vagy ott ült a néni, mert én nekem hát a felvétel volt, akkor akut problémáról van szó. Mert én azt gondolom, hogy vagy úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy ott ül a papírral, és akkor minden egyes alkalommal felolvassa, és közben kibólint a titkárnak, hogy nyom meg a csengőt, és mert megint ez és ketten ülnek egy brutál effektpult mellett, az egyik beszél, a másik pedig alázenél. Tóth Sándoréknál a főutcán ismét kapható a starkingalma kilója. Ugyan az egész tojás eladó. Pintér Csaba bácsi, vigye vissza a talicskát oda, ahonnan eltolta. Na, pont ezen kezdtek mondok, hogy ilyeneket is bemondanak simán, egyébként? Persze. Tehát, hogy az fizetős. Fizetős? Persze, szerintem tehát, van én ilyen. Ha egerszalóki lakos lennék, akkor azt mondom, hogy elkóborolt a kicsi magyar vízlám, és be tudnám mondatni? Igen, tényleg? Drága egerszalóki, keresétek meg a kutyámat. Van a közérdekű, az ingyenes, ne lopd a virágot, de van a hirdetős, hát én legalábbis az önkormányzat helyében én használom. 200 forint szó tagonként. Hol lett a hangszóró? Tehát a főtéren áll a hangszóró, és mindenhol hallod, vagy ott valahol a szállásotok közelében volt? Oszlopokra. Oszlopokra föl van rakva a hangszóró. Hát imádom. Idegenek sétálnak a Táncsics utcán. Figyeljünk oda értékeinkre fokozottan. Tökre elgondolkoztam, hogyha novemberben vége lesz a rádiónak, akkor két dolgot fogok megpályázni. Az egyik az IKEA rádió, a másik pedig, hogy csinálunk. A harmadik a polgármester.
polgármesteri szék. A polgármesteri szék. Nem, ott van élakom. Nem csinálunk egy ilyen lármafát, és egy ilyen rádiósor. Néha beszólunk, néha üzenünk a lakóknak, néha kicsit ott rendbe tesszük a közösséget, bekameráztatjuk ugye az utcákat, látjuk, hogy ott sittet akar lerakni, ott éppen lopni készül. Igen. Rászólunk, hogy másszák ki a kertből, az nem a te kerted. Hát zseniális. Zseniális. Helyi info. Lehet-e ébresztést kérni? Igen. Ugye, ha valaki korán akar kelni, akkor... Csak mindenki kell is. Hát Istenem, jó, most valami eset, de nincs órája. 1005, egy ébresztés. Na, hát ez hihetetlen. Egyébként van, aki azt írja, hogy régen csak egyetlen hangszóró volt, lehet, hogy erre vonatkozik pont egyébként. Próbáltuk ki, nem mente föl. Régen csak egyetlen hangszórónk volt, ami forgott, az utóbbi években kaptunk több hangszórót is. De illetve jó. Tudni kell azt, Andit próbáltuk hívni, hallasz minket, akkor vedd fel, hogy el tud nekünk mondani, hogy nem felvételről megy állítólag. Tehát, hogy a néni azt írja Andi, valószínűleg egerszalóki lakos, hogy ott ül a néni és nyomja. Tehát háromszor nagyjából ugyanúgy megpróbálja felolvasni. Valószínűleg egerszalóki kardigánt kötöget. Hát amilyen tempóban olvasta. És lehet ilyet mondani, hogy engedjétek el Marikát, mert nem fogja elérni a csatlakozást. Tehát ilyen van. Ilyen lehet. Tehát én be tudom mondani, hogy Marika elindult. Engedjétek el Marikát, nem érje a csatlakozást. Pistike, öltöz gyorsabban, mert lemaradsz a buszra. Ilyeneket kéne bemondatni, nem? Hát ez szenzációs. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy van-e még nálatok ilyen? Illetve keressük meg azt a falu település községet, ahol még valami olyan ódivatú vagy elmaradott dolog van, amiről azt gondoljátok, hogy ez már nálatok van csak. És hát igazából nem is azt mondom, hogy egyfajta hungarikum, de azt hiszitek, úgy érzitek, hogy ez máshol már nem valószínű, hogy létezik, hogy működik, hogy üzemeltetik, hogy egyáltalán van ilyen, mint például az egerszalóki lármafa. Hát ez egyre többek nyugal, már zavarja meg a Kossuth utca 2 alatt erjedő marhatrágya. Kérjük az érintett Horváth József géplakatost. Igen, azért mert ez egerszalóki képújság. Az igen. Figyelj, nagyon jó. Én szerintem ennek megvan a bája. Tehát, hogyha ezt például nálunk bevezetnék, én ezt imádnám. Tehát kicsit megmarad valami a régi világból, nem? Milyen információkat szeretnél hallani a lakóhelyeden? Ma viszik a szelektívet, ma viszik a zöldet, ma viszik a kommunális hulladékot. Útfelújítás van az Ilonka utcában. Most viszik Danikáné lánya. Igen, Danikáné lánya nem tiltakozik. Mit tudom én, hogy útfelújítás van, hogy megszépült az egyik utca, hogy elkezdték a csatornázást az Ilona utcában. Minden olyan, amiről neked tudnod kell. Sebestyén info. Betörtek a Szegfű utca 2. számú ház alá. Kérem, jobban vigyázzanak az értékeimnek. Tök jó lenne. A hetes mise ittosság miatt elmarad. Ugyanitt burgony eladó. Igen. Aki a perseit felfeszítette. Hát ez nagyon jó. Hangos hírmondó rendszernek hívják, Eger környékén majdnem minden faluban pályáztak erre. Az önkormányzat mondhat be dolgokat. Zseni. Nagyon jó. Hangos hírmondó. Hát ez a klasszik, igen. Ez régen nagyon sok ilyen volt. Azt mondja, Szalókon wellnesseztünk nőnapkor, ugyanez, nagyon sok egerszalóki történetünk van. Reggel arra ébredtünk, hogy hangos bemondóval hívták fel a virágbolt nyitva tartására a figyelmet. Ott az reklám, van reklám. Akkor ott valaki már 2000 plusz áfáért be tudta rakni a virágboltját. Nem? Marika virágboltja. A Szegfű délig elfogy, kérem, sírjesenek. Az eper, a bonilia és a csokoládé mellett helyi cukrászdánk ma nem megjelent a méltán népszerű pisztácia is. Igen, a környéken még Verfeléten is van hangos bemondó. Domoszló településen is él a hangos beszédő, mi Vaslédinek hívjuk, és tényleg élő. Élőben nyomják. Hát ez ha összekötik egyébként Domoszló. A Domoszló. Megjelent a Rók zenekar legújabb nagy lemeze, keressék a boltokban egy dedikálás a pizzériánál. Csütörtökön 10-től. Az a jó, ha összekötöd ráadásul kamerarendszerrel, amit lát a bemondó néni. És képzeld el, akkor így személyesen rá tudna szólni. Nem? Igen. Hogy bármi van, mi? Marika néni elejtette a kendőjét. Igen. Ne piszkálja össze-vissza azt az almát. Senki nem szeret összefogdosott gyümölcsöt enni. És tényleg bármit csinálna, mindig rád szólnának. Igen.
Na, írjátok be nekünk. Nem érzt a seggit, házas vagy. Ózdon is sokszor keltek erre hallgatunk. Írjátok meg nekünk, jó? Ha van ilyen, mit mondanak be rajta? Hogy használják? Élő, nem élő. Tényleg ott ül-e Marika néni, nyomja a piros gombot, és háromszor megpróbálja ugyanagy elmondani. Illetve tényleg azt írjátok meg nekünk, hogy a ti településeteken, kicsi apró falvakban, mi az a hát most már tényleg unikumnak számító dolog, ami valószínű, hogy már csak azon a környéken használnak, elmaradott régi, de ez lehet egy bolt, egy sorompó, bármi, amit tényleg még lóval húznak fel, tehát minden jó. Hogy keressük meg a legelmaradottabb dolgot, illetve a legrégibb dolgot egy-egy településen, községben. Azért mondom kifejezetten, mert azért ezek a nagyvárosokból már bőven eltűntek. Tehát nekünk most kisebb településekre van szükség. Holnaptól állatorvosi Miska, herélés lesz. Gyáli piacon a vasárnaponként ugyanilyen élő bemondás van. Óriási. Micsoda feeling. Óriási. Na jól van. Fél 8 volt pontosan 1 perccel. Jövünk mindjárt a hírek után. Jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, instás képünket eltávolították. Résen kell lenni, néha van egy-két extra tartalom. Azon nagyon szűk körnek, akik folyamatosan figyelik az Instagram oldalukat. 166 lájkot egyébként megért. Isten nyugosztalja a posztunkat, pedig jó vidám kis reggelindító. Reggel könnyebben indító poszt volt. Nem durva, semmi durvára nem kell gondolni. Az ember meg át is röhög egyet. De az instásoknak nincs humorérzékük, úgy látom, hogy... Igen. 166-an látták. Pedig mindig igyekszem megtalálni a kiskapukat. Egy igazi etikus hacker vagy, aki megtalálja a rendszernek a gyenge pontjait. Igen, sajnos eltűnt. Na, itt vagyunk egy jó kis Michael Jackson után. Egyébként Bella Gabi érkezéséről már lesznek olyan képek, nem sokára az Instán is, amiket aztán nem fognak eltávolítani, mert nem bánt senkit. Na, legalábbis remélem. Legalábbis mi azt gondoljuk, hogy nem készítettünk olyan jellegű képeket, mint amilyenek az Instán voltak. Igen, szerettük, csak hát sajnos az instás igen, robotoknak nincs humorérzéke. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen érdekes dolgokat talál az ember, ha kicsit elmegy ugye messzebbre, és van egy-két falucska, egy-két település, ahol például még létezik a lárbafa, Zsüleger Szalókon járt hétvégén, és felvette telefonnal azt, hogy hangos bemondóban mondják be, hogy lopják a virágokat, egyébként meg tessék odafigyelni a temetőre, bejátszottuk a hanganyagot, hát imádjuk. Szóval annyira tényleg mindenkiben nosztalgikus élmények ébrednek azonnal, hogy visszarepülsz az időbe egy 40-50 évet. Aztán kiderült, hogy azért ez még annyira nem ment ki a divatból, és nagyon-nagyon sok helyen alkalmazzák, használják, ülnek be önjelölt diszjokék a mikrofon mögé, és szórakoztatják az egyébként aludni vágyókat hajnalban. Úgyhogy, hát van egy-két településünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Ági! Na? Szia Balázs! Nálatok, nálatok mi van, ami nagyon elmaradott? Hát nálunk maga a falu elmaradott. Tényleg? Az úgy, ahogy van. Hát Pécs mellett egy kis település, az a neve, hogy Vókány. Vókány. És körülbelül ilyen 5-6 év leforgása alatt így minden, amit el tudsz képzelni, megszűnt. Volt 2 presszó, volt 2 bolt, dohányboltól elkezdve minden csoda, hogy még egyáltalán víz van, azt nem zárták el. Hát és most azóta az van, én hál' Istennek már elköltöztem, én már nem ott lakom, édesanyám még ott laknak, és hát körülbelül 2 órás váltással mozgó ABC, mozgóhúsbolt, gázos, teljes, szóval így... Mozgó posta is van. Tehát konkrétan, mint egy Vidámpark... Posta még azt hiszem, hogy működik. Tehát, mint egy Vidámpark mellett laknátok, folyamatosan szirénáznak, dudálnak, nyomják az effektet, és mindig valami mozgóárus jön. Már kívülről fújja mindenki a zenéket, amikor mindenki, vagy mikor jön valamelyik, és akkor a zene alapján tudja, hogy ki mikor jön, akkor így fogja a kis pénztárcáját, kivonul az út szélére, és ott átcsingózik a fél falu. Hogy altatsz el ott a gyereket? Vagy hogy teszed le? Vagy hogy pihensz? Na ez az, hogy ott esélytelen. Hát a húsosnak a zenéje nagyon tetszik, ezt ha szabad, akkor ezt így elénekelni nektek. Nem mondod ki, hogy el tud énekelni? Na, jöhet. Hát valami ilyesmi, hogy jaj, de jó, jaj, de finom, lesz úgy a hurkai az asztalon. Nem. Elfogy a bor.
valami jól lakik vére minden rokon, így jön a húsos. Ez egy ismerik, persze, csak meg nem mondom most hirtelen miért, de egy mulatos, persze. Hát, és ezt nyomja a húsos? Ez a húsos, és visít végig a, nem tudom, 50 kilométeren. Szódás, gázos valamiből még tudsz idézni? Hú, várjál, szódás. Hát az így zenél, hál' Isten. Az csak zenél. De az is így visít ezerrel. Nem csodálom, hogy elköltöztél. De tényleg is. Anyukádék hogy bírják? Hát, hát igazából nekik, mert hogy mondjam. Megszokták. Hát ez egyes, hogy megszokták, gyerek ugye már nincs, meg hát ugye kényelmesebb kimenni a ház elé, mint nem. Mondjuk lehet. Maga a szolgáltatás az jó, persze. Az tök jó, a házhoz megy csak, minden. Csak akkor jönnek Kusba, vagy Dudána be, vagy én nem tudom, a pörzselégekhez. És valószínűleg a boltos váltott át mozgóboltra? Igen. Ő mondta, nem, hentes, nem, hogy... nem. Régen volt kettő bolt is, egy kisebb, meg egy nagyobb. Aha, és ők bezártak. És hát elkezdtek bejárni, ugye ezek a mozgós emberkék. És hát ugye mindenkinek sokkal jobb volt az, hogy kimegy a ház elé, megveszi a kis cuccát és visszacsattog a lakásba, csak ugye akkor elkezdtek ilyen aláírásokat gyűjteni, hogy jaj, hát mert ők mit képzelnek magukról, hogy bejönnek, és mindenki náluk vásárol, és konkrétan már senki nem járt a boltba. Hát. És akkor ők voltak igazából szerintem ennek a bezárásnak a forrása. Mert hát igazából ilyen horror összegekért adták a dolgaikat, úgyhogy a fejlődést nem lehet megállítani. Nem, jönnek a mozgóboltok. Köszi, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Szia Ági, hello. És mit szépen egymás mögött állnak a mindenféle buszok. A zöldséges, a húsos, utána van a fagy is, és legjobb pedig a mozgókönyvtár. Igen, mondjuk altatnám a gyereket, azért zabos lennék. De gondolom, biztos így igazodnak hozzá. Tudod. Mikor altatod a gyereket? A húsos és a szódás között van egy fél óránk, hogy gyorsan aludj egyébként, ott nyugodt. A székvizes elment szerintem aludni. Azt mondja, Mihályházán traktor megy végig a falun, és arról ki bálják be a mikrofonba a közérdekű információkat. Elmarad az orvosi rendelés, nem lesz áram. Mi gyerekként mindig csodálkoztuk a szomszéd falun, mert ott már oszlopokra erősített hangszórók voltak. Traktor megy végig a falun, érted? De jó, úristen, és onnan ordibálják végig, hogy mi lesz. A hangját túl kell kiabálni. Zseniális. Kisnánán, hát remélem jól mondom, mert ékezet nélkül jött, ha hangos bemondó, itt Edina mondta, a vásárt is ebben hirdették, és a kutyaoltást is ebben hirdették. Régebben nagyrészt többször, de ma már sajnos elromlott. A polgármesteri hivatalban van egy mikrofon, meg egy lejátszó, onnan tolták. Bemondás előtt, után mindig zene ment. Nagyon nagy. És ha meghallottuk, menni kellett kifelé. Mi volt még a feladat, tehát ő mondjuk kávét főzött, és akkor... Ezt ne firtassuk. És utána pedig figyelem. De egyébként úgy látszik, hogy azon a vagy abban a térségben ennek nagyon nagy kultúrája van, mert ugye Domoszló Mark, az a környezet is írták ki, és nála, hát azért. Egerszalókon volt már, hogy bemondták azt is a falu rádióban, hogy eltűnt egy ló, és pontos leírást adtak róla. Eger környékén több helyen van ilyen alkalmazás. Nagyon jó. Merseváton a falu alkoholistája dobolja ki a falu híreit, ezt úgy kell elképzelni, egy régi cseper biciklivel össze-vissza próbáljuk, és ritmustalanul üti a dobot, majd a harmadik kísérlet után negyedszerre olyan gyorsan és érthetetlenül elhadarja, hogy igazából semmit nem érteni belőle, de a feeling az nem rossz. Úristen, de jó! Úristen! Hát nagyon jó! Nosz vajon is működik a hangos bemondó, és biztos, hogy tud, hogy valamit közölni valójuk van. Egy perces tárogató játékot lehet hallgatni előtte, majd a képen ráér felolvassa az éppen aktuális híreket kétszer megismételve, néha több-kevesebb sikerrel, szép hangsúly, kicsit félreolvas, köhög a háttérben, utána hát, folytatja. Nagyon jó. Tárogatóval. Nagyon jó. Miért nem török síppal? Elképesztő. Valami magyar település volt, arra nem emlékeztek, ahol bemondták, hogy navellenőrzés van. Ezen a de legjobb, igen, a legjobb volt egy ilyen. Félreverték a harangot. Igen, tényleg nem is bemondták, hanem megvolt a jel, hogyha négyet kongat, akkor az nav. Foglalkoztunk vele, hogy ha navellenőrök jönnek a faluba, félreverték a harangot, hogy tud, hogy megjött a nav. Zseniális volt. Igen. És ha már ott voltak, akkor felgyújtották a tarlót. És füstölt az egész határ. Istenem, nagyon jó. Vidéki kisvárosban voltam a hivatalnál hangos bemondó. Ha volt rendkívüli esemény, egy péntek délután bent kellett maradnom, mert például sportnap volt, vittem magammal sört, csak elfogyott, bemondtam, hogy olcsó csapolt sört hozzon már valaki a hivatalba. A polgármester felesége hozott is, az utolsó munkanapon volt egyébként. Anya, nézd már meg, hogy a vasallót bedugva hagytam. Ős Gárdon, Nógrád megye hangos bemondóba mondja be egy hölgy a falu lakosságát érintő híreket, hánykor viszik az időseket vérvételre. Hát, tessenek kiülni. Igen, kiülni, mert onnan már csak... De ezt figyelj, Domoszlón az volt a legjobb, amikor bemondták, hogy elveszett egy pitabull meg egy Rottweiler kutya.
Pitabull. Rottefeller. Elveszett egy pitabull és egy Rottefeller. A becsületes megtaláló. Hát fia, mai napig. Igen, csak vigyázzanak, harap. Rottefeller. Pitabull és egy Rottefeller. Hát figyelj, imádom őket. És egy kánetorzó. Zseniális. Ja, Istenem, aktuálke még a 70-es években harang alakú fazékak voltak felszerelve, három fújással indult a bemondás. Néha beragad, hallani, mi van a hivatalban. Ez a klasszik. Egy-kettő. Éke, hozom már egy kávét, mert rohadtál most, hogy Viktor küldte neki. Tarna Szentmárián laknak a nagyszüleim, Egertől kb. 20 kilométerre, náluk is működik a hangos bemondó, kutyaoltás, temetés, falunap, és még egyebekről is szoktak tájékoztatni. Akkor ez tényleg, tehát ez Eger környéke, igen. Heves megye, ott ez nagyon megy. Ott nem bíznak az internetben. Igen. Két település nagyon közel van egymáshoz, simán lehet, hogy áthallatszik és félreértik. Vekerlé mindenhol első hétfőjén próba légvédelmi szirénát lehet hallani, az idősek frászt kapnak. Gondold el, átérték két világháborút, nem? De igen. Aj, Isten, nagyon jó. Géderlakon is szól a bemondó, disznó, takarmány, minden eladó. Vízhangzik a falu, ez Dóra küldte nekünk. Na jó, van, hát köszönjük. A búgatópor emberi fogyasztásra alkalmatlan. Zseniális SMS-ek, hát nagyon szerettük. Zsűl, ha van még ilyen, vedd föl. Jó, szerettük. Jól van, játszunk. Itt van már is a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszil. Hozzájállat, élete szívben nem. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Jó reggel, szervusz, István vagyok. István, hello. Hello István, honnan hívtál minket? Én halászszelekről, a munkahelyemről. Nagyon jó. Most. Nagyon jó. Hát ugye te pénteki játékos vagy, mindig egy marad, ráadásul egy szólásmondás, úgyhogy ez már standard. Reméljük jó hosszú lesz. Na, tényleg szereted a kihívásokat? Hát igazából ez ilyen szorzásosztás, az ment nekem 5 évesen, ilyen 3 jegyű számokat szoroztam össze. Ennek mi nagyon örülünk, de... Igen, nem tudom, hogy én ez most a visszafelé beszélés, de örülünk, elmondtad, hogy volt egy ilyen képességed. Hát ez azóta is megmaradt, akkor... Minden, oké, legy. Megmaradt is, azóta is tudsz ilyeneket? Hát így betegség által elmúlt egy picit, de mindegy, erről ne beszéljünk, mert ez a szomorú. Erről ne beszéljünk vidámabb dolgokról. Mehet a szólásmondás? Meg, természetesen. Na figyelj, indítjuk az órát, jó, elindult, így szól. Annolas, szel, men, lóbátyuk. Lóbátyuk. Ez a vége. Mutatom még egyszer. Kutyából nem lesz szalonna. Ennyi! De jó vagy, úristen, de jó vagy. Köszönöm szépen. Lehet, hogy a számolás képessége elment, de a visszafelé hallás képessége megjött. A lóbátyuk, az gyönyörű megfejtés. Lóbátyuk, így van, kutyából nem lesz szalonna. Elég nehéz volt mondjuk így elsőre, de aztán beugrott. Igen, ráadásul egyszer kellett megmutatni. Tehát ez szenzációs volt. Őszinte megmondom, az utolsó szó a lóbátyukból jött. Mindig arra kell koncentrálni. Körülbelül meg vagy. Persze, arra az ember tud koncentrálni, hogy visszafordul a kutyából, hát akkor már azért kilehetően. István, ügyi vagy, gratulálunk. Köszönöm. Sziasztok. Jó munkát neked, köszi, ciao. Na de milyen kutyából? Pitabullból vagy Rottefeller? Pitabull. Imádom. 5 perc a pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek! Drága hallgatók! Kovalszki meg a Vega. Én nagyon kedvelem ezt a dalt. A szövege is nagyon jó. Érdemes rá odafigyelni, hogy van mondani valója. Azért ez ma kevés dalszövegnek van. Igazán jó mondani valója, tök jó, amit mond. Meg jó a dalt, halálosan egyszerű, de nagyon-nagyon szeretni való kis dalocska. Az összes kovadal egyébként tök egyszerű. Igen. És hallgatom az új CD-jüket a kocsiban. Fél óráig erőltettem egy kova DVD-t, mire rájöttem, hogy azért nem hajlandó lejátszani az autó, mert DVD-t kaptam. Nagyon jó, és mindig visszaadtam, rohadj meg, nyárt már, nem hiszem el. Nyárt, de nézem, te hülye vagy, Bali, egy DVD-t próbáltam beleerőltetni a CD-be. Aztán megtaláltam a CD-t is.
is. Hát nagyon jó. Nagyon jó, jó zene, jó, és jó. Nagyon tartalmas mondani való. Hát is mondom. Tök jó. Én a legfontosabbnak azt tartom vele kapcsolatban elmondani, hogy nagyon pozitív. Tehát, hogy bármelyik dalát meghallgatod, akkor annak van egy ilyen pozitív kicsengése. És én szeretem, más előadók is vannak, akik nagyon-nagyon jók, de hát nekem egy picit fura, amikor ízét, amikor is. És vidám napot kívánunk mindenkinek, és itt lesz velünk Karamell. Cipelem a sorsom. Egyébként kiváló énekes. Imádom. Milyen szántók szeret. Tudjátok, azért a Karamell kiváló író, Molnár Ferenc Karamell, ugye a Pál utcai fiúk. Egyszerűen zseniális. Egyszerűen zseniális azért a Pál utcai fiúk is tőle, meg jól énekel. De annak is szomorú a vége, Karamell. Ugye? Tehát, hogy érted, nálam ja, minden. Igen, tehát ott is. Ott is megölette Nemecseket, megölte Nemecseket, Feri. És aztán, de zseniális hang. Csak igen. Hát cipeli a sorsát már egy ideje is. És hát belőle az jön. De mi nem énekel. Tehát, hogy érted, hát azt, hát azt nem tudhatod azért, hogy milyen gyerekkor, kinek mi fáj, mit hoz magával. Hát azért az, ahhoz nyilván kell egyfajta lelki inspiráció, hogy az ember ilyen komoly hangvételű dalokat írjon. Igen, de csodálatos gyerek, csodálatos társ. Hát most már, de az első 20 év. Hát igen, most azért érted, ahhoz még kell még rákább 15-20 év, még feldolgozza. Nem, akkor még csak egálban van. Ja, tényleg. Rossz első 20, jó második 20, akkor 40-től majd izé. Ez milyen tehetséges a Karamell is. Zseniális énekes fiú. Zseniális énekes. Nagyon, nagyon jó. Nagyon jó énekes, igen, ő is. Na, gyorsan egy-két közlekedés, mielőtt megyünk tovább. Viszonylag minden rendben van egyébként tényleg. Tehát, hogy egy-két trafi, egy-két lezárás, ami már megszűnt, de nincs nagy baleset, hál' Isten. Úgy látszik, nincs fronthatás. Van egy KPM ellenőrzésünk az M0-áson, a Sziget-Szent Miklósi kihajtónál Szeged irányában, figyeljetek. Megszűnt a lezárás az M3-ason, jó járható a pálya, a 84-es kilométer után. Ezt Hennessy küldte nekünk. Köszönjük szépen! M6-os 88-as kilométerénél készülnek fotózni, mint minden reggel. Egyébként most is Pécs felé. Ők áttették a székelyüket a 46-os kilométerről. 86-oson Szombathely felé a felüljáron szintén mérnek. Azt mondja, hogy Szafi semmit se sejt. Micsoda, Zsófi, ma ismételhetnénk. Jézus Mária. No. Jézus Mária. Így szól az SMS. Mérnek a 86-oson Szombathely felé a felüljáron. Bali ugye tovább olvassa, mert azt hiszi, hogy még van közlekedés. Zsófi, ma ismételhetnénk. Szafi semmit se sejt. Jézus Atya úristen. Én ebben nem veszek részt. Én mosom kezeimet. Én nem közvetítek ilyen üzenetek. Hát de figyelj, ő most nekünk egy közlekedési hírt elküldött. Tök ügyes, mert tudta, hogy rászaladok. És akkor így. Így. Így tehát ha valamit közölni akarsz, tedd közlekedési, én nem olvasom még egyenként, csak látom, hogy dugó, M3-as, és ugye elkezdem olvasni, és néha nagyon megszivatnak, mert beleírnak még valamit, amit én végigolvasok. Hát Szafi most már azért sejt valamit. Hát nem, nem biztos. Szafi, léci, írd meg, hogy sejtesz-e valamit, ha gondolod, hogy nem vágod a témát. De várj, gondolod, de hány Szafi van, akinek most van pasia? És elkezdett gondolkodni, hogy ugye a Zsófit ő nem ismeri. Zsófi, ma megismételhetnénk, Szafi mit se sejt. Én most Szafi lennék és hallgatnám magunkat, nagyon elkezdenék attól, hogy mit csinál a pasim, hol van, kivel van. Ki ez a Zsófi? 8000 Szafinak keserítettük meg a reggelét. Tudod, hogy az a büdös a képzeld, ha van olyan Szafi, aki még Zsófit is ismer. Na, ott ma lánybunyó van. Ott ma lánybunyó van. Jó, mi csak üzenetet közvetítünk. Léci, ne tréfáljatok meg. Így. Mert ráadásul más színű a közlekedés, ilyen SMS. Szombathely felé, mi? A 86-oson. Talán az segíthet, hogy mérnek a 86-oson Szombathely felé. Tehát ez viszonylag sűrűbb, lehet, hogy emberünknek arra volt dolga, tehát azért ez még annyira nem szűkíti a kört. Hát, hogyha egyáltalán tényleg mérnek, és ez nem pedig egy virágnyelv. Az mi, mit jelent? Azt, hogy Szafi most Szombathely irányába megy, 86-osan mérnek, tehát. Na jó, ennyire csak nem. Szabad a vásár, mert Szafi éppen a 86-oson dübörög Szombathely. Szegény Szafi, Szafi, mi veled vagyunk. Ha ennyit hozzá tudtunk tenni, akkor gondolkozz el rajta, hogy mi lehet. Most állítják a háromlábút Veszprémben, a Jutasi úton a Spárnál, valamint Szekalom. Minden tudok, Szafi. Ja, Istenem, gyerekek, mindjárt csak írnom kell valamit. Na, azt mondja, hogy oké, hol tartottam? M3-as bevezető 12-es kilométer háromlábú áll a hídon háromlábú társával, M1 Pest felé három gumidarabok az úton a 135-ös kőtől. Itt hol lesz Józsi? Zsófi. Nem, behajtani tilos. Igen, behajtani. Szombathelyen behajtani tilos. Mint a Rákóczi utcában, itt Szafi vagyok, 120 kiló halál rád. Úristen, megcsalják a kutyánkat, Szafi. Milyen kegyetlen az élet. Na jó. Lajos kirakta a behajtani tilos táblát. Ma nem jó.
Szafi, mi veled vagyunk akkor. Ha Szafival vagytok, akkor most legyetek velem egy kicsit, és segítsetek. Minden megoldunk, tudod. Mert az első osztályos év végén vagyunk, ugye kiskorú lányommal egyetemben, illetve ő van a végén, én még nem tudtam elintézni, és ilyenkor elérkezik az, amikor egyrészt ugye vége van lassan az évnek, és hát jól tudjátok már ti is, hogy most van a pedagógus nap. Ráadásul hétvégén, ugye június első vasárnapja. És hát ez ugye nem véletlen, hogy a tanítással egy időben van vége, mert akkor így az egész évet is meg lehet köszönni pedagógus nap alkalmából. Aha, ja, és nem tudod, hogy milyen mélyen nyalja be. Így van, pont ezt akartam kérdezni, hogy te hogy csináltad az elmúlt x évben, János? Nem, az van, hogy ugye a szülői munka közösségünk, tehát az összes szülő rajta van egy közös e-mailező rendszeren, tehát látunk mindent, akárki ír, és ugye megy a kérdés, hogy vajon vegyünk ajándékot, ahogyan, és hogy akinek egyéni ajándék ötlete van, az megvalósítsa egy külön vagy sem. Aj, de nehéz kérdés ez. Hát, aj, de nehéz kérdés, és egyébként akinek nincs gyereke, nem tudja, hogy ez jóval összetettebb kérdés annál, mint amit elsőre gondolsz. Akarsz, vegyél, nem akarsz, nem vegyél. Ez nem ilyen egyszerű. Ezt mondom. Ez nem ilyen egyszerű. Nyaller lesz-e vagy sem, annak érdemes vinni, akinél a gyereket. Van, aki az akar lenni. Van, aki az akar lenni. És akkor viszel külön ajándékot? Hát nem lehet. Van, akit nem lehet lebeszélni arról, hogy külön ajándékot vegyen az osztályfőnök néninek, bácsinak, tanárének, igazgató bácsinak. Kérdezem, miért kellene lebeszélni? Aha. Miért kellene lebeszélni? Szerintem ez egy privát magánügy. Adja oda azt úgy, hogy a többiek nincsenek ott. De van olyan típus, aki kifejezetten akkor adja oda, amikor a közös ajándékot adja mindenki más is. És talán én fogadja még egyik külön tőlem, így a család nevén. Szerintem átadás és átadás is között is van különbség. Nyilván igen, értem, amit mondasz. Én nem gondolom, hogy privátba kell odaadni, tehát hogy most ki milyen oldalon van, vagy ki mit gondol erről? Én a közös nagy ajándékban közös gondolkodom. Közös nagy? Igen, én azt gondolom, hogy ott van, bocsánat, ott van. Olcsó, könnyen elveszünk között, te itt a közös nagy ajándékban nem tudok ki mennyit adod be. Nem, ott figyelj, azt szerintem az egy nagyon demokratikus dolog, mindenki belead ugyanannyi pénzt, együtt kitaláljátok, hogy mi legyen, és akkor van egy közös ajándék, amit az egész osztály kollektívája gyakorlatilag megköszönve az egész, és én nem vagyok ellene, hogy kapjon ajándékot a pedagógus, vagy valamilyen figyelmességet, tehát hogy itt is azért de mondjuk egy határt meg kell húzni, tehát ne legyen belőle egy, mit tudom én, egy wellness hétvége. Én pont az ellenkezőjét tapasztalom. Egy wellness hétvége egyébként. 30 szülő, érted? Hát most bár csak wellness hétvége lenne egyébként. Az a baj egyébként, és már tudom, hogy mindig azt mondom, hogy haszontalan, rossz dolgokat vesznek általában az osztályok a pedagógusnak. Tehát a pisilő kisfiú, meg a mit tudom én, a Hortobágyi juhász porcelán figurája szerintem 82-be se volt menő. Sokszor hallod azt, hogy mint a fogukat húznak, mert bekadni 1000 forintot és hétvégén. Igen, tehát úgy, hogy annak az embernek, aki egyébként tudom, hogy fizetésért teszi a pedagógus, de egész évben foglalkozott a te gyerekeddel. Szerintem egyszer egy évben adni valamit nem gáz. Én is ezt gondolom. Én tökre ezen az oldalon vagyok, hogy ha úgy egyszer érzed... Közös. Tessé? Egyszer egy közös. Figyelj, de várj, a közös sem olyan egyszerű, mert mi van, ha te nem tartod elégnek a közös? Mi van, ha nem jó ötlet a közös, amit felül? Mi van, ha nagyon olcsó, megúszós a közös, mert a szülők úgy döntenek, hogy tudjuk, levegyük meg a századik valamit, mindegy. És te szíved szerint tudod, hogy mennyit foglalkozik a gyerekeddel, és kicsit nem azt mondom, hogy drágábbat, mert nem a pénzről szól, de mást, személyesebbet, egyénibbet, kedvesebbet adná. A közöst is néha úgy adják, azért látsz ezt azt, hogy úgy se ötlet nincs benne, se kreativitás benne, tudod, hogy nem fog neki örülni, és a 26. valami. Beleadsz, mert beleadsz. De egyébként meg szíved szerint tökre sajnálod, és azt mondod, hogy egész nap ő van a gyerekeddel, meg szereted is, meg kedveled is, meg neveli is a gyerekedet. Miért ne vehetnél még neki valami kicsit személyesebbet, és itt most nem az összegről van szó. Nem mindig jó a közös szerintem, mert nem olyan kreatívak a szülők, vagy nem azt találják ki, vagy a 26. ugyanolyat adják. Egy picit fokhúzós az összedobás ebben a dologban. Jó, vegyetek valamit, mondjátok, hogy mennyi. Ne legyen túl drága, gyorsan beadok valamit. Sokszor előfordul az, hogy mondjuk adott esetben nincsen minden szülő mondjuk annyira eleresztve anyagilag, sőt, vagy egyáltalán nincsen eleresztve anyagilag, tehát nem is tud beladni igazából pénzt. Ilyenkor a nagy közös azért megoldja ezeket a problémákat is. És mondjuk nem kell neki kellemetlen érezni magad csak azért, mert nem tudod beleadni. Vagy sem ennyit, vagy annyit sem, mint a többiek. De szerintem a közösben egyrészt mindenki bele tud adni, mert az nem nagy összeg, és attól, mert te nem adsz, hát és valaki ad, azért attól te nem kell, hogy rosszul érezd magad.
Érted? Tehát ha ti átadtátok a nagy közöset, de még ott áll kettő privátban, ő még ad valamit. Az furcsa nekem, hogy ott volt 30 szülő, és akkor adtuk egy nagy közösöt, hanem még kettő hárman oda mennek, és akkor így. De miért? Mert akkor úgy érzed, hogy aki adott, annak a gyerekével majd a pedagógus kivételezni fog? Picit szerintem, hát ez pedagógusa válogatja. Hál' Istennek nálunk van jó tapasztalat, és ez újabb, és rossz tapasztalat is, ez régebbi. És szerintem egy picit kellemetlen érzik magukat azok a szülők ebben az esetben, akik nem vettek úgymond ilyen privát ajándékot. Hát jó, de... Mint hogyha ők nem becsülnék annyira a pedagógusnak a munkáját, pedig erről szó sincsen. Hát ez igen, ennek többféle olvasata van, nem? Én azt gondolom, ezért hogy nem. Mondom azt, hogy ha viszel az osztály előtt kell odaadni. Tehát, hogyha te privát ajándékot veszel, az legyen a te dolgod, oké, ez a magánügyed, old meg úgy, hogy akkor maradjatok ketesben, vagy keresd meg a, mit tudom én, az utolsó osztályfőnöki óra után, a bizonyítványosztás után a tanárnéni, tanárbácsit is adod neki úgy az ajándékot, hogy a többieket nem szembesíted azzal, hogy te adtál külön ajándékot. Aha. De most tényleg bujkálnom kell azért, mert mondjuk én akarok valamit adni. Én kicsit értelek, de azt se értem, hogy nekem meg miért kell ettől elbújnom. Hogyha én a szülői harag elől. A népharag elől, igen, és az SMK-sok elől, ja. Akik meglincselnek, ha kiderül, hogy nem adtál valami pluszba. Mit, hogyha oda dörgölni, de már többieknek az óra alá, hogy te milyen na jó, fejelmes vagy, miközben. Ez már a legrosszabb olvasata. Tehát én átadok valamit, és én figyeljek arra, hogy a többi szülő egyébként helytelen önértékelés miatt ő majd úgy gondolja, hogy ez biztos neki szól, mert egyébként ő nem vett semmit, és a Marika azért adott virágot, mert ő egyébként a többi szülőnek akar üzenni. Na ne, ez már paranoia, meg ez már az őrület teteje. Tehát... én azért ne adjak ajándékot, mert a többi szülő azt gondolja, hogy ez neki szól. Hát azért, érted, én adok vagy nem adok, de nem a többi szülő miatt adok vagy nem adok. Szerintem, egyébként valamennyire szerintem joggal, de azt gondolom, hogy nagy közös ajándék az szerintem az úgy dukális, tehát hogyha jól végezte a pedagógus, vagy jól végezte az osztályfőnök a dolgát, az nagyon akkor, fontos, akkor igen. Az szerintem az úgy korrekt, az semmi gond nincsen, ugyanis osztályfőnöknek hívják, és nem mondjuk Benny főnöknek, vagy Panna főnöknek. A nénit. De nem várom el, bácsi. Hogy Panna főnök legyen. Én nem azért akarok mondjuk adni, ha akarok nem adni. Mondtam, hogy nagy nem, külön. Hanem mert nem, kicsit hálás hanem, mert örülök, vagy. Mert szeretem, mert tudom, hogy bánik a gyermekekkel, vagy az enyémmel. Látom, hogy fejlődött egy év alatt a gyerekem, és én azt gondolom, hogy az a fizetés, amit ő ezért igen. kap, az tök jó, hogy ő kap ezért pénzt. Egy szerintem még mindig alul vannak fizetve. Nagyon. Kettő, én saját magam akarom meghálálni mondjuk azt, hogy ő így áll ehhez a dologhoz, mert tündért. Miért ne tehetném meg? Igen, valószínűleg ott az igazság, hogy akkor, ha nem akarod magadra haragítani a többi önérzetes szülőt, aki ebből azt veszi le, hogy na nézd, marákociokat nyalereskednek, ja. Mi meg nem adtunk halott, és mi nem adtunk ők meg itt, na majd a köket jobban fogják szeretni. Sok hülye szülő van tényleg. Hogy a privát odaadás, de szerintem lehet. Hát egyrészt megérdemli. Érzékeny. Aki ezt magára veszi, hogy én meg nem adtam, csak az hülye. Az megérdemli, ez viselje a saját szülőt. Ez egy kollektíva. Tehát, hogyha van egy ilyen szülői kollektíva, vagy SMK, vagy nem tudom, mit tök mindegy, hogy minek nevezzük, mert az SMK is lehet pozitív, meg jó dolog. Tehát, hogy vagytok együtt, közösen eldöntitek, hogy van egy nagy közös ajándék, és akkor amellett még veszel, az a te privát magánügyed, az old meg valahogy úgy, hogy a többiek ne szembesülnek. Fura, hogy van egy nagy közös ajándék, amivel mindenki ad, de én még adok egy kicsit külön is. De miért ne? De ezt nem a nagy közös ajándék mellé adott, te ezt egyébként adod. Ha nem lenne nagy közös, akkor is adnád. Szóval én ezt egy kicsit külön próbálom értékelni, tehát igen. Ez nem a nagy mellé. De... Jár, és akkor most menjek egy ízével, mondjuk vettem neki színházi jegyet, példának okáé. Azt szerintem egy korrekt ajándék, a bárhova beváltható. Vagy megvetted a wellness hétvégét, kupon, és akkor majd így, minthogyha hálapénzt csúsztatnék a zsebébe. Tanárnő, tegye a nem figyel senki. Most tegye el gyorsan! És látod, hogy talán egy borítékot gyömözöl a zsebébe, és aztán nézd a rákóciókat, megveszik a tanárokat. Mondjuk én ezt ilyen nem tudom, mert a disznó nem fér be a borítékba. De ha van nagyon messze. Tehát a tanárnénit egy brutális prosutóval tudod a vállán görnyedve, két kolbásszal a nyakába. Akkor tudják, hogy én jöttem, de ha nálam kultúrát a példa... Meg úgyis minden vágáskor küldesz, nem egy kisebb csomagot. Jóval, látjuk, Feriék már voltak, oké, meg vagyunk, rendben, átadtuk a Csécsi szalonát. Figyelj, szerintem ad külön. Janinál az igazság, hogy akkor adjuk külön, hogy ne bántsuk meg a többi szülőt, vagy ne legyen, ne haragítsátok magatokra az önérzetesebb szülőket, de minden, amit ők kapnak, az maximálisan megérdemlik. És kapjanak pluszt, kapjanak minden szülőtől nagy közös, kapjanak pluszt is, belefér a pluszt is, rohadt sokat dolgoznak. Alul fizetetek, nagyon-nagyon megérdemlik. Ezt mind aláírom kivétel nélkül. Nagyon megérdemlik. Egyértelmű.
Igen, ha kapjanak, há bár csak minden szülőtől tudnának, és nyilván nem minden szülőből a gesztus hiányzik, hanem sokan tényleg anyagilag nem tudnak még pluszt is venni, meg közösbe is beszállni, de kapjanak, kapjanak minél többet. Sokszor a közös is kreatív és jó egyébként, most mi az óvodában itt tök jót adtunk, meg jót szerveztek, meg jó volt, de hallasz azért barátoktól, ismerősöktől olyat, hogy nyelszedjet, hogy ne, ezt ne csináljátok, mert meg nem fog örülni a 26. nem tudom minek. Tudod, ez a tudjuk le, kapjanak csak pluszt. Szerintem tökre megérdemlik. Nem? Én is ugyanezt gondolom erről a dologról, hogy lehet, és azért meg ne szégyelje magát senki, vagy ne érezze rosszul magát senki, hogyha ő nem tud. Igen. Venni. Ha nem akar, az egy másik kérdés, hogyha mondjuk elégedetlen, akkor azt is kommunikálni kell, hát a tanár munkájával, de nem úgy. Akkor visszaveszed. Akkor visszaveszed az elnégy. Emlékszik tanár, amit tavaly adtam? Megtenni, hogy visszahozza, mert idén viszont Pistikével nem vagyunk elégedettek. Se nem ír, se nem olvas. Na, egy nagyon érdekes dologgal megyünk tovább. Biztos sokan hallottátok azt a hírt, hogy földön kívüli vasat találtak Tutankhamon fáraó törjében. Régészek és fizikusok egy csoportja most megvizsgálta az egyik uralkodóval együtt eltemetett stílusos tört, és arra jutottak, hogy a benne lévő vas egy meteorból származhat, tehát akár földön kívüli eredetű is lehet. Na most itt már nem arról van szó, hogy ufók csinálták a tört, de régészek írják, hogy egészen elképesztő egyébként, ahogy ezt megmunkálták, ahogy kialakították, és ugye sokkal később voltak csak képesek hasonlót előállítani, például az egyiptomiak, és jóval megelőzi a korát ez a bizonyos kis tőr, amit találtak Tutankhamon sírjában. Azért ez mindig izgalmas, és nagyon érdekes maga a hír, ezt eddig senki nem fedezte föl. A reménysugár mi, hogy mégis léteznek. Aha. Titokban ott munkál benned, vald be. Mégiscsak az ufókról szól ez. És hogy fedezték fel? Valaki meglovosított a múzeumból, bevitte a helyi hulladéktelep, és ott hát be annyi nikkel van, ücsim. Nem, lehet, hogy rosszul olvastam, de én azt olvastam, hogy ez már egy régebbi történet, és egy régebbi tör, csak ugye hát most Egyiptomban nagyon kell csalogatni a turistákat, és ezért ezeket így lehozzák, hogy akkor most így legyen valami, amivel esetleg visszajönnek a turisták, minket nem fognak, szerintem. De a történet azért az érdekes, hogy volt ilyen törje ennek a Tutankhamonnak, úgyhogy miért fölhívunk egy régészt, meséljen nekünk erről kicsit, magáról a törről, és hogy mit kell tudni. Valószínű, hogy ott a vörös tengernél becsapódott egy meteorit, és oda szaladtak, és abból csináltak egy tört. Hát, hogy nagyon picit komolyra fordítva a szót, simán elképzelhető, mondjuk az én teóriám az volt, amikor először hallottam ezt a hírt, hogy ugye az isteni származás, meg ugye a fáraokat ugye konkrétan istenként kezelték, és ők ezt el is várták. Lehet, hogy ez egy olyan ajándék lehetett a számára, ami az ő isteni eredetét is hangsúlyozta, mert ugye az égből származott. Ne felejtsük el, hogy például a Kába köve is egy meteorit, tehát hogy az is az égből érkezett, és picit olyan, mintha egy felsőbb dimenzióból küldte valaki. És ezt tudták 2500 évvel ezelőtt, hogy az nem e világja? Hát látták föntről esni. Hát rajta is van a tőröm, bele van vésőd vas. Ide! Benne van a tőröm, vas az égből. Tehát, hogy ez van bele. Van egy felirat a tőrön, hogy vas az égből. És ugye a dolog érdekessége az, hogy az időszámításunk előtt a 14. századból származik, miközben időszámításunk előtt 8. században találták csak fel a vasöntés az egyiptomiak, de valószínűleg a meteoritból származó vasat már valahogy meg tudták munkálni. És úgy csinálták állítólag, hogy ránézésre csak jelen kori eszközökkel tudsz ennyire szépet faragni, így ilyen szabályosat. Sokáig nem tudták megfejteni a rajta látható rostfejstál feliratot. Akkor lehet, hogy ezt most visszavitte valaki? Érted? Egyébként az időben? És akkor ott ja, hogy most csinálták meg, és vissza. Igen, és visszavitték, odaadták valakinek, aki ott megfaragt, egy kicsit átalakította. Érted? Egy pár hieroglifát. Na, mindjárt megkérdezünk erről. Svitzerland. Valakit, aki sokkal jobban ért ehhez nálunk. Dr. Pécsi Ágnes, egyiptológus itt van velünk. Hello, Ági, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, te gondolom hallottál már azért erről a törről, ugye? Hát hallottam a törről, olvastam a cikket is, és azon nevetgéltünk, hát nagyon nem nevetgéltünk, de mosolyogtunk, hogy ez azért egy 30 éves hír. Uh-huh. Na, mondom én, hogy az működik az egyiptomi turizmus visszacsalogató marketingfogás. Igen, én azt hiszem, hogy ezzel ráhibáztál. Gyakorlatilag itt arról van szó az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy amikor van valami negatív hír Egyiptomról,
akkor rögtön jön valami pozitív érdekesség. Meg kell mondanom, hogy ennél a meteorit törnél egy kicsivel érdekesebb az, hogy újra nyitották az Unis piramist, és be lehet menni megint. Majd mindjárt erről is mesélek valamit, hogyha érdekel benneteket. De most annyit erről a törről magáról, hogy a, tehát ez ugye, hogy az egyiptomiaknál nem volt vas, ezt nagyon jól tudjuk. Palesztinában, főniciaiaknál, asszíroknál volt vasgyártás, Egyiptomban viszonylag nagyon-nagyon késő. És természetesen, mint ahogy arról már esett szó, és a cikkben is már kicsit pontatlanul esik szó, hogy eleve az egyiptomiak úgy nevezték ezt a fémet, hogy az égi fém, az égnek a fémje, az égből jött fém, tehát ők tudták, hogy ez milyen eredetű, tudták, hogy meteorit. Ezt ebből nem csak ez az egy tárgy készült, több tárgy is készült, és ezen a tárgyon is megtalálható az anyagmegjelölés, hogy égi fém. Na most ezt azért 30 évvel ezelőtt találták föl, vagy találták ki, mert a vizsgálati laboratóriumi eljárások fejlődésével meg lehetett állapítani azt, hogy rendkívül magas a nikkel tartalma, ami ugye ennek a bizonyos égi fémnek a jele. Bia N-PET. A PET ugye az égbolt, N-PET az ugye az égnek, a fémje égi fém. Úgyhogy minden meteoritból készült tárgyat így. Azért ez mindenképpen érdekes. Nem? Tehát azért ez egy nagy felfedezés lehet. Igen? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy mi sajnos hajlamosak vagyunk arra ma, hogyha valami nem hiszünk annyira a régi idők embereinek a szakmai tudásában. Nagyon magas színvonalú tudásuk volt, ugye az egyiptomiaknak nem csak a piramisok építéséhez, hanem mindenhez. Erről számos forrás árulkodik. Hieratikus írással, démotikus írással, amelyek nehezebben megfejthetőek kívülállók számára, ugye a hieroglifák az érdekesek, de hát olyan matematikai, fizikai, mondhatnám, hogy kémiai és egyéb ismereteik voltak az egyiptomiaknak, ami ma is megdöbbenünk, de ezzel nem kell megdöbbenni. És a piramisokra, arról sincs még talán egyértelmű magyarázat, sokféle elmélet van, de hát azért itt is sokszor belekeverik a földön kívülieket, nem? Hogy ekkora köveket ilyen szabályosan így egymásra tenni, nincs igazából konkrét magyarázat, nem? Hogy ezt hogy tudták megcsinálni? A piramisok építésével kapcsolatban van egy olyan kategória, akiket úgy nevezünk, hogy piramidióták. Piramidióták. Amikor valaki a hasára csap és kitalál valami hülyeséget, hát többek között ide tartozik az, hogy az UFO-k építették, meg egyebek. Azt kell, hogy mondjam nektek, remélem, hogy az elkövetkezendő évek egyik szenzációja lesz, egy Ken Péter nevű székesfehérvári srác kitalált egy nagyon-nagyon jó elméletet. Mi meghallgattuk a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetem egyiptológia szakos hallgatóival, és azóta is én is úgy gondolom, mert többen úgy gondoljuk, hogy valószínűleg a piramisokat így építhetjük. A vizes történet? A víz volt körülött? Nem, az az előbb általam említett katasztrófa. Na, egy piramidió után. Nagyon sokféle elméletet olvastam. Engem én nagyon érdekelnek a piramisok, én 4000 verziót olvastam, hogy vízzel, a vízzel, a felhajtó erejével körülvették a piramisokat. Mit tudom én, az is egy elmélet, tehát nagyon sokféle van. Hogy hozták oda a köveket, honnan hozták? Mi az ő elmélete, ha röviden csak két mondatban el tudod mondani, hogy ő mit mond, hogy hogy? Mondani két mondatba, bár összetett mondat lesz. Talán megértjük. Hogy ugye a piramisokat azt a tévhitekkel ellentétben nem lentről építették föl, hanem valahol úgy az első 16-25 méter környékén van a piramisnak egy sziklamagja, ahol kijelölték a piramis alakját, és akkor föntről a piramis alapját föntről elkezdték bontani, és azt a követ építették be. Na most ennek bizonyítékai vannak a Kefrén piramis mellett, például lehet olyan fényképet készíteni, ahol látszik ez az udvar, ahol elbontották. A Keops piramis mellett lehet látni annak a nyomait, hogy a kőfejtőszerszámok tovább szaladtak a kőben, mint amikor hideg vajból vágsz ki egy kockát, tovább szaladtak a kőben, és hogy kipatintották, ott maradtak a nyomai. Tehát ennek számos bizonyítéka van. Azt nem tudjuk, hogy mekkora a piramis magja. A Péter elmélete arról szól,
hogy egy olyan rámpát építettek, ami a piramis oldalán ment, tehát nem szembe ment egy óriási, megépíthetetlenül és eltüntethetetlenül nagy kőtömegből a rámpa, hanem a saját anyagából építettek rámpát, és ugye amikor fölépítették, akkor lefelé burkolták be, föntből lefelé burkolták be. Érdekes. És ez a burkolat ez eltüntette ezeket a rámpákat. És ő pontosan kiszámította azt, hogy a legalsó sor nagy építőkövei, meg ugye följebb már kisebbek az építőkövek, erre van egy nagyon alapos leírás a 19. század végéről, minden egyes lépcsőt megmértek, ott nem egyenletes nagyságúak a kövek, most ugye csak a nagy piramisokról beszélünk. Igen, hát a szfinxről is azt olvas az ember egyébként, hogy az állítólag arról azt mondják, hogy az 12 ezer éves, vagyis nagyjából kétszer olyan idős, mint az egyiptomi civilizáció, tehát előbb kellett, hogy építsék, nem tudom, hogy igaz vagy nem, mert hogy találtak most, rajta. Nem értettem, hogy melyik piramis? A szfinxről beszélek. A szfinx. Hogy azt mondják, hogy ez is sokkal idősebb, mint az egyiptomi civilizáció, találtak rajta olyan eróziós nyomokat, amelyeket erős és gyakori esőzés okozott állítólag, és ugye az utoljára 12 ezer éve volt Egyiptomban, tehát idősebbek, mint a piramisok, nem tudják, hogy ki építette. Én meg azt hallottam, hogy a legtöbb piramist egy fáraó közüli cég, a Keops gép készítette. Hát vagyok erre is azt mondani, hogy ez se pontos így. Aha. Mi, amikor a vámbéri hallgatóival évente egyszer utazunk Egyiptomba, elmegyünk a nagy oázisokba, és ott látjuk, hogy az egyiptomi három évszak, az áradás, a sarjadás és a szárazság évszaka, három különböző szél iránya, a puhább, keményebb kőzetek egymás alakodásából hogyan állított elő a természetben ilyen szfinx formákat, amiket az embernek csak utána kellett faragni. Na most, hogyha így nézzük a szfinxet, már pedig ezt csak így nézhetjük, hogy ott is volt egy ilyen, volt a gizai plató, a magaslat, a keményebb kő, és a szfinx formát azt a szelek alakították ki. Egy déli bukószél, egy északi szél, egy nyugati szél, három évszaknak a három széljárása. Az ember pedig csak fölrakta kővel, kifaragta és fölrakta kővel a szfinx formát. Ezt azért lehet látni, most már nagyon szépen helyreállították, de még néhány évvel ezelőtt, amikor a szfinxet borító kő az egyik oldalon hiányzott, akkor ott lehetett látni, hogy ez a kőzet ez egy geológiai lecke, ez olyan, mint egy szendvics. A különböző földtörténeti korszakokban a tengerfeneke alatt kialakultak a puhább és a keményebb rétegek. A szél a puhább rétegeket kifújta, a keményebb rétegek ott maradtak. Akkor te Denikent például nem nagyon kedveled, nem? Erik von Denikent, ugye? Tehát ő mindig arról beszél, hogy földön kívüliek, űrhajók, a hieroglifák között találtak egy sort, ami nem illik oda, ami arról árulkodhat, ugye, hogy itt földön kívüliek jártak, ezt le is rajzolták az egyiptomiak, akkor te ezt annyira nem kedveled, nem? Én úgy gondolom, hogy Deniken, ezt úgy hívjuk, hogy a fizikában, hogy a könnyebb ellenállás felé megy, ugye a víz is, meg egyebek. Én úgy gondolom, hogy ő ezt használja ki, és ő rettenetesen lenézi az előidők embereit. És nem vesz tudomást a forrásokról, amelyek léteznek. Amikor én Mexikóban vagy Peruban vagyok a barátaimmal, hallgatóimmal, utitársaimmal, ott mondom, hogy ha én hinnék a levitációban, lebegtetésbe, akkor lehet, hogy mondjuk Mexikóban egy ilyen olmék kis különleges csoportocska esetében, hát lehet, hogy levitáltattak, mondom, ha innék benne. De Egyiptomban feketén-fehéren megvannak a források. És hát azokat is vitatkozik. Tehát ez nem olyan, hogy na, az egyiptológus ezt mondja, de én meg ezt. Én források alapján mondom nektek is, meg a másiknak, harmadiknak, amit mondok. És ezt nem lehet másként csinálni. Deniken megengedi magának, hogy hipotézisek, és a hipotézisei, tehát nem az történik, hogy van mondjuk 10 tétel, és ebből a 10 tételből összeállítok egy hipotézist, aztán vitatkozhatunk rajta, ilyen nincs. Feltételezéseket akkor, amikor források vannak, nem lehet csinálni. Hadd mondjak, ha már Denikent említetted, hogy például Abidosban, hogy jaj, az ókori egyiptomiak föltalálták a villanykörtét, mert ott van annak a bizonyítéka, a Wolfram szál fut benne, stb. Közben meg egy közönséges dzsedoszlop két fölfutó kígyóval. A kígyók fején ott van a kolonna. Az abüdöszi hieroglifákára gondolsz, hol éppen egyébként helikoptereket találtak, meg ilyen ufókokat, meg ilyen... De jó, hogy te kérdezted meg, és nem nekem kell. Mert ugye az abüdöszi hieroglifák rejtélyét azóta is mondják, hogy van egy sor, ami teljesen elüt a többitől, és ott egy helikopterhez hasonlító repülőgép, egy merülőhajó, tehát egy csomó minden van állítólag. Megcsúszott egy véső. Igen, pontosan így van. Egy-két talán földön kívüli járműt is látni, hát ezek érdekesek.
hogyha valaki abidozba, ha velem jön, én rögtön megmutatom az első csarnokba az egyik zárókövön. Ha egyedül megy, akkor bemegy az első csarnokba, elindul jobbra szépen, és akkor ott hátul valamelyik zárókövön talán megtalálja, vagy oda világít magának. Ez ugye a helikopter, a tenger alatt járó és a tank. Nagyon durva, egyébként nagyon durva képek, tehát ránézünk, és tényleg azt látjuk, hogy van egy tenger alatt járó, van egy helikopter, tényleg nagyon hasonlít. És akkor ezek mik valójában? Csak erre az egyiptológus ránéz, akkor a következőn kezd el nevetni, hogy Abidoszt ketten építették, első Széti és a fia második Ramszesz. A képeken ott van egyébként a gyermek Ramszesz, meg Széti. És a kettejüknek, ugye mind a kettőnek más-más a titulatúrája, a címei, a neve, stb. És ugye először első Széti fölrakadta a saját titulatúráját, a címeit. És amikor Ramszesz titulatúráját és címeit rakták rá, akkor nem csinálták azt, hogy levésték csontig a követ egyenesre, és belefaragták, hanem ráfaragták az előző ott található hieroglifára. Így lett helikopter meg repülőgép? Hát ebből lett, igen, a helikopter meg a repülőgép. Egyszer egy hallgatónk csinált egy nagyon jó montást, ahol ott van Szétié, és ott van Ramszesz, a kettőt egymásra tett, és valóban kijöhet belőle ez a helikopter. De érdekes. Igen. Én már azt hittem, az ufókok voltak, pedig kezdtem reménykedni, hogy végre bizonyíték, de hát azért ezt egy egyiptológus megmagyarázza, akkor sajnos még tovább kell keresnem különböző bizonyítékokat. Meg máshol kell keresni, máshol. Egyiptomban nem, mert Egyiptomban rengeteg forrásunk van, és rengeteg mindent rejt még a föld mélye, amit azért... Na de azért ez nagyon érdekes, csak egy utolsó kérdés, vagy egy utolsó gondolatmenet, hogy ugye az emberi fejlődés azt mutatja, hogy évtizedekről, évszázadokról kezdve egyre okosabbak és okosabbak leszünk, majd van egy kultúra, ami virágzik, eltelik x ezer év, és mostani fejjel nem tudjuk megmagyarázni, hogy egy elméletileg hát kevésbé okos ember ezt hogy csinálhatta meg, nem? Vagy hogy építhette föl? Hát virágzó kultúrák voltak, amik azóta eltűntek, de ezt tudjuk. De azért ez nagyon érdekes, hogy a mai napig nem tudják egyértelműen megmagyarázni. Én azt hiszem, hogy most mondtad azt a kulcskifejezést, amit gyorsan felejts el. Azt mondtad, hogy elméletileg egy kevésbé okos ember. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez nem igaz. De hát hozzátettem a virágzó kultúrát, persze. A kettő nem zárja ki egymást, illetve abból a szempontból kizárja, hogy nem voltak kevésbé okosak, sőt. Tudod, hogy nálunk is van egy olyan, hogy azt mondják, hogy józan paraszti ész. Hogyne. Hogy sokszor többet tud, hát honnan tudja? Hát nem az interneten kapirgál, és nem a Google-ba ütötte be a keresőjét. Hát nem, persze, és a csillagászat, a matematika, hát minden ez nagyon értettek, igen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam neked, hogy ezt az előidő kultúráival kapcsolatos lenézéseinket, ezt felejtsük el. Nem akarok Deniken sorsára jutni. Nem, hát a mezopotámiai kultúra, a rómaiak, az egyiptomiak, hát eleve rettenetesen intelligensek voltak. Nem erre gondoltam, csak számomra mindig nagyon érdekes, hogy mindennel fel vagyunk szerelkezve, barom intelligensnek mondja magát a 21. századi emberi gondolkodó lény, és közben van egy x 6000-8000 évvel ezelőtti kultúra, és nem tudjuk egész egyszerűen, hogy hogy csinálták, pedig minden eszközünk meg lenne arra, hogy megfejtsük őket és kitaláljuk. És senki nem jön rá. Nagyon szépen köszönjük, Ági, hogy elmondtad ezeket nekünk, izgalmas volt. Nagyon szívesen, máskor is. Köszönjük dr. Pécsi egyiptológusnak. Köszönjük, szia. Hát akkor nem az ufókok. Hát nem ők voltak? Megint csalódtunk. Nem. Megint valaki be volt nyomva, biztos be pálmaborozott ott a vésnök, aztán össze-vissza. Érek, hallgatok, hogy nézzük már meg azért, hogy nincs rajta másik oldal, hogy Made in China. Ja. Tudni, kisbetűben valahol ott van. De nem izgalmas, nem? Hogy azért a korunk embere azért most minden technikai eszközzel fel van szerelve, és minden lehetőségünk. Az nagy koponyák jelnek a 21. században, hogy megmondjuk, hogy egy 10 000 évvel ezelőtti kultúra hogy építette. Vagy ott a Machu Picchu, hogy jutottak föl oda ezek a kövek. Senki meg nem mondja, hogy fölhúzták, fölvitték, nem lehet fizikailag, egyébként nincs fizikai magyarázata, hogy a Machu Picchura hogy jutottak föl, nem? Hát, sem tudják. Hát azért, mert nem tudják. Igen, mert gyakorlatilag egy fejlődési fázisok maradtak ki, ugye például a névvándorlásokkor, amiatt stb. Újra egymás után felfedeztük azokat a dolgokat, amiket már mondjuk a rómaiak tudtak, ismerték a vízvezetéket, ismerték a padlófűtés, stb. Ezek hol voltak például a magyar honfoglalás idején? Sehol. Itt a Kárpát-medencében sehol. Igen. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza. Mindjárt 3:49 pontosan. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Komolyan mondom, kamu az egész. Mármint melyik része? Te egy olyan átverésben vagyunk, és sose fogunk rájönni, hogy mi történik. A teszt? A zenei teszt? Nem.
Vakon tapogatózunk, sötétben. És ez téged üít? Én az egész evolúcióban nem hiszek. Nekem teljesen mindegy, mert nekem ezt senki nem magyarázza meg, látom, hogy mi történt. Ez egész egy nagy kamu. Én látom már a jövőt a Magyar Tudományos Akadémia aulájában őrjöngő is két naponta rendőrrel elkísértetett Sebestyénban. Nincs, figyelj, nincs meg a hiányzó láncem. Nincs meg az evolúcióban még mindig a hiányzó láncem. Hogy a fenébe van ez? Nézzük végig, ugye kb. 25 millió év. 25 millió évvel ezelőtt megjelent az első emberi lényhez hasonló. Homo erectus, ugye így hívták, ami még hasonlított az emberi lényhez. Csak most nézzük végig időrendileg. Utána 1 millió évvel később... Homo erectus leszármazottja vagy. 1 millió évvel később megjelent a neandervölgyi. Az 1 millió év. Aha. Majd kihalt a neandervölgyi, és 35 ezer évvel ezelőtt megjelent, ugye, jelen pillanatban a homo sapiens, amik mi vagyunk. 35 ezer évvel ezelőtt jelentünk meg. És majd 12 ezer évvel ezelőtt, vagy 8 ezer évvel ezelőtt, amikor egymilliós éveket kell számolni, mire az egyik homo kihalt és megjelent a másik, gyorsan 30 ezer évvel ezelőtt már ismertük a Plutót, ismertük a matematikát, csillagászatot, mondjuk 10 ezer évvel ezelőtt. Nem jön ki időben. Hát nem jön, nem tudsz ilyen gyorsan fejlődni. Jelen pillanatban az ősember szintjén kellene nekem, Jani, tüldözöm, hogy ott is vagyok kb. 35 ezer év, érted? Erdélyi Mónika. Na, akkor a bevallásod. Csak már... Tehát valaki egy kicsit ebbe belegyorsított, és azt mondta, bockodhattok itt még 1 millió éveket leszámítva. Lehet itt még, hogy ti majd két lábra egyenesedtek, meg tüzet raktok, meg okosodtok, meg nem lesz szűrös a talpatok, meg két lábra egyenesedtek. Nem jön ki. Időben még mindig az ősember szintjén kellen tartanom. De a fejlődés kicsit azt mondta, egyre gyorsabb. Segítek egy picit. De nem mondta, hát a fejlődés egyre gyorsabb. Igen, Lázár János szerint is. Például az ismert történelmünk, amiről már írás a dokumentáció van, az mondjuk egy darabig kőbevésbe ment, aztán papírra, és egyre gyorsabb dolgok jelentek meg, és nézd meg az elmúlt 30 évet. 30 évvel ezelőtt még nem volt számítógép ennyire. Érted? Tehát, hogy annyira földgyorsú, pont azért, mert az első lépéseket marha nehéz megtenni. Nézd meg a gyerek fejlődését. Egy évig semmi, egy éves korában kezd el tipegni. Dehogy nem. És utána egyre gyorsabb minden. Aztán, oké, jövünk, kicsit segítünk nektek. Kicsit beleavatkoztak, pici génsebészet. Mit adtak? Tessék? Mit adtak? A felgyorsulás lehetőségét. Nem, aztán oldjátok meg ti is, csak így baromi lassú lesz. Aha. Pici génsebészettel hozzátok, megsegítünk meneteket, aztán oldjátok meg, ahogy tudjátok, de ez elvileg egyébként nem jön. Ezer jársz már klubba, vagy csak ez? Nem. Sokan vannak, akik ebben hisznek, ugye, hogy az evolúció hiányzó lánceme az ez. De aha, hát nem fogjuk megfejteni soha. A fejlődés csúcsa akkor is az a pillanat volt, amikor Rákóczi Ferenc papája megjelent az első piros 1002-essel a Táncsi csúcsán. Istenem, na hány ezer évet kellett várni az első ladára, azóta meg az elmúlt, nem tudom, 50 évben mit az autócsodák születnek. Látod? Tehát ez is az bizonyítja, megy az, csak az eleje lassan indul be, aztán egyre gyorsabb minden. Hány évet kellett várni, még megalapított a Kefrén és Szamóca. A vétek. Na jó, van, drága hallgatom. Még Denikent én nagyon kedvelem, de lehet, hogy egy kókler, de tök jókat ír, meg jól vezeti le, tök izgó csőkizom. Persze, tehát izg is ezekbe belegondolni, csak hát... Igen, az evolúció zsákutca. Senki nem mondja nekem. Érted? Ha ülhetnénk itt még 1 millió évet. Akkor sem mennénk sehova. És szürke hátú az nem fog neked megírni egy matek érettségit. Amikor azt mondta, soha a büdös életben nem fog két lábra állni, nézhetjük ezt még egyébként. Várhatunk még 1 millió évet, tanulmányozhatjuk a majd, mikor a büdös életben nem fognak két lábra állni, elkezdeni beszélni, és utána ezért űrhajót föltalálni, hogy mennyi föl az űrbe. Soha. Amikor azt mondta, hogy az evolúció zsákutca, miért nézel mélyen a szememben nyomatékosan? Mert te vagy erre a legjobb bizonyíték. Te vagy a hiányzó láncem legjobb bizonyíték. Nem, nincs meg. Itt valami nem stimmel. Sose fogunk rájönni. Mutatjuk, mi a beugró, jó? Figyelj mindenki. Ó, hát az eleje az ismerős lehet, ez egy magyar előadó. Is. Figyeljetek. Na, drága hallgatók, több dolgunk is van 9 óra után. Egyrészt megírjátok nekünk, ha van kedvetek játszani, hogy mit hallottunk. 2 darab dalcím, 2 darab előadó. Ezt várjuk. Kérdés-válasz fejezetünkhöz érkeztünk, jöhetnek a kérdések nem 9:30-kor, most a hírek reklám alatt küldjetek el nekünk, ha valamire kíváncsiak vagytok, vagy úgy gondoljátok, meg tudjuk válaszolni. Az evolúció hiányzó láncszeméről például. Igen. Ott valaki valamibe belenyúlt, higgyétek el. Igen, az evolúció is akár, vagy bármi másról, ami benneteket foglalkoztat, ugye pénteken az utolsó fél óra csak a tiétek, azt kérdeztek, amit szeretnétek, ahogy Jani szoktam mondani, őszinte kérdések, majdnem mindig őszinte válaszok. És van még egy játékunk is, a Harley Fesztiválra
lehet nyerni egy 4 napos VIP belépőt mobil home-mal, vagyis ott lakhattok a fesztivál területén, és hát mehettek szép, klassz, jó koncerteket nézni. 4 fő részére szóló VIP belépőt adunk. Egy röpke kérdésre kell majd 9:30 körül válaszolni. Halloween Suite. Bill kapitány, best of, hoztam én ezt. Csak a legnagyobbak egy helyét. No, úgyhogy ez lesz, ha van kérdésetek, akkor pedig küldjetek, hogy tudjunk válaszolni, jó? Mert sokan még mindig 9:30-kor riadnak meg, hogy ezt vagy azt még meg akarták kérdezni. 2 perc van pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Itt vagyunk. Minden oké. Okay. Picit, igen, picit lenyomott minket, de az egyik kedves kolléganő hozott pogácsát, és egész jó pogácsát. Nagyon hozott. Finom pogácsát, igen. Hozott. Nagyon aranyos. Nagyon jó. Nagyon jó kis poggyi. Te mit mondod, nem is ettél belőle, mit nyalsz? Én ettem. Tehát, hát de helyett. Én most mindenkinek nyalok. Mi utána? Jön, te? Hát, hogy a franc. Ki tudja, mi lesz itt, még értem. Még mindig közelesség vagyok. Hát, igen. Érted, hát. Ennyi. Jaj. Jó zene volt ez. Jó sőt, volt. A kutya fáján. Jaj, ez a pocagén csapta? Mellem vágtam. De jó. Mellem vágtam. Csöcsön csípted? Csöcsön. Bele csíped a kis csecsedbe, te. Jaj, te kis uncud. Na, nézzük a közlekedés híreket. Kis bozótos oázisok? Hancúr Pázsit. Mit szersz? Hancúr Pázsit van rajta. Húzd fel a pólót! Bocsánat, én eszem, ne húzza fel a pólóját. Ja. Itt emberek esznek. Tehát, hogy itt mások reggeliznek. A Gyula most hogy jött fel? Itt emberek esznek a pulton? Jó, én ehetek a pulton, én tudok rá vigyázni. Úgy. Nem, te tudod, te nem. Te aha. Ki tudod fizetni? Vannak engedmények. A vágó is mindig dohányozhatott a stúdióban. Soha senkinek nem engedték meg. A vágó Pista lejött a pókerarcoknál, rágyütött egy cigire, és azt mondta, nekem lehet. Mondom, oké, Pista, én egyébként se dohányzom. Tehát nem is javarnék. És neki lehetett. Ő volt az egyetlen, akinek megengedte az RTL, hogy bent a stúdióban, a díszlet mellett, ő rágyújthatott. De komoly. Na, komoly volt, igen. De mindig ott állt mellette egy stage manager, egy porraloltóval. Na, Pista, jó fejem. Na, azt mondja, hogy 86-oson tényleg mérnek. Mennék a lepattanóra. Zsófi érdekelne. Tényleg, mi lehet velük? Mi lehet velük? Nem akartuk őket helyén, valószínűleg nem is vették volna föl. Ugye az SMS úgy szólt, hogy mérnek a Szombathelyi úton 86-oson, Zsófi, ma is ismételhetnénk, Szafi mit sem sejt. Ugye ez, volt a, ez volt az üzenet, valaki pedig ugye hát menne. De akkor Szafira kell menni, mert Szafi szegény a lepattanó, nem Zsófi. Így van. Mert Zsófival van viszony elvileg hallgató. Most lehet, hogy ott hemperegnek valahol. A Murván, egymás haját tépve. Szegény Szafi. Meg sír értem, most megvigasztalható. Aha, lehet, hogy ez a szegény, most mondjuk egy szegény Szafi, aztán lehet, hogy tényleg Zsófinak a melkasán térrepel, és üti két kéz. Attól ő még szegény. Szegény. Konkrét eme van. Ja, Isten, egy jó csajbunyó. Ezt mindig úgy irigyeltem, sose voltam benne, már én nem csajként. Nem lehet, vannak fizikai törvényszerűségek, mert nem lehet. Már úgy benne, hogy érted, hogy miattam legyen verekedés, vagy mit tudom én. Hát. Az nagy. Nem értél igazán, ha még nők nem verekedtek, érted? Tényleg? Hát az... Béka, kerítsünk valaki. Nem, hogy az úgy mindig elmaradt, valószínűleg kulturáltan tudtam intézni. Tudod ezt a dolgot? Az nem is rajtad múlik, ja. Az a csajok komulik. Ahhoz nincs sok között. Ha az bármilyen is kulturáltan intézed. Ha valamelyik asszonkát kicsit heves, akkor az... Na, gyorsan akkor nézzük a kérdéseket és a válaszokat, hogy mit akarnak tudni, mi drága hallgatóink. Ugye 9 után pénteken mindig van egy ilyen kis interaktív 20 percünk, általában mi témákat dolgozunk fel, játszunk, és kevesebb időt tudunk rátok szánni. De most a péntek az csak a tiétek. Mikor lesz retrónap, kérdezi egy hallgató. Volt már annyi. Fiúk annyira nem szeretik. Régen volt, egy utoljáratán karácsonykor. Tehát fél évent azért egy belefér. Elmegyünk Szabira júniusban, akkor előtte kitűzhetünk egy napot, jó. Hogy úgy búcsúzunk, hogy egy jó kis retrónap. Jövő hét csütörtökön csináld. Ja, be te nem vagy. Igen. De igen, te bocsia, ne haragudj. Tényleg. Én lent ragadok egy napot. Lent ragadsz, igen. Csak igen. Azért, hogy a nyertesünkkel tudjak találkozni, mert valószínűleg csütörtökön jön, nem szerdán, és akkor csak azért. Hát vagy mielőtt elmegyünk nyaralni, akkor csinálunk egyet. Jó.
Jó, egy jó kis retro napot, igen. Mit tegyek, ha szerintem a szomszédom a hiányzó evolúciós láncszem? Próbálják meg vele kommunikálni, vagy csak simán itassam le tüzes vízzel, és hagyjam a francba. Ne. Fogd kézni is videó a Természettudományi Múzeumba. Igen. Nagyon szeretem a műsorotokat, Balitól kérdezni, egy vagy két gyereke van a Beniről, nagyon sokat tanulunk, a másik gyerekről, ha jól tudom, Noelnek hívek, semmit nem tudni. Hát még másfél éves, még azért olyan nagyon sok hát minden nem csinál. Róla, szoktam, bocsánat, de hogy most úgy föláll, járkál, sétál, tegnap azt mondta, hogy uhu. De megijedtetek? Imádom, szeretem, de hát még vele nincs annyi történet, ugye nyilván. Hát a Beni már iskolába megy. Picit konkrétabbat vártató tőle, de hát ez az uhu jött. Igen. Én azt hittem azt, hogy papa, nézd postaláda, de egyelőre ezt még nem mondta. Azt mondta, papa, nem, azt mondta uhu. Egy postaládára mutatott, és azt mondta, papa, nézd postaláda. Szóval, ha nyilván egy másik gyerek is van, cuki, aranyos, jön a fogad, de hát azért ezek még nem olyan orderei dolgok. Mint egy kirándulás a főleg másodikra nem, mert ugye az első gyereknél lesz még így marhára, már a másodikra is ugyanolyan fontos az, hogy feláll, megbeszél, de egy picit már rutinból jön a dolog. Igen, hát meg még majd, ha lesz felesztori, akkor mondom. Milyen tapasztalatok vannak a biorezonanciával kapcsolatban, kérdezi egy hallgató. Jó, én szeretem, én hiszek benne, ez megint egy alternatív módszer, de szerintem működik. Szerintem működik. Rákötik a gépre a gyereket, vagy a felnőttet, ülsz ott 40 percet, kikezelnek. Jó. És mit csinál ez a biorezonancia? A biorezonancia alapfelvetése az, hogy minden anyagnak a te szervezetedben van egy rezgése, és azt, hogy most nem tudom azért nagyon tudományosan elmondani. Körülbelül elég azért. Vannak bizonyos méreganyagok elég a szervezetedben, így van. Nézzük a következőt. Amikor van egy rezgésszáma, mint ahogy nekünk is, ugye egy bizonyos szinten rezgünk. És a biorezonancia nem csinál más, mint fordított rezgésszámla, azt visszajutatja a szervezetet, a két rezgés kiüti egymást, és kivesz különböző méreganyagokat, oltásokat lehet kivezetni, nagyon komoly dolgokat. Gyulladást lehet, így van, allergiát lehet vele kezelni, rengeteg minden. Tehát amikor te például allergiás vagy, elmész biorezre, és utána eltűnik, hát akkor azért valami kell, hogy legyen benne. Nem? Ezt úgy hívjuk másnap, de nálunk ez nem divat, ez az allergia, csak a másnap. Ja, csak a másnap. Ugye el vagy dugulva itt, ott akkor gyereknél más. Például nagyon jó, csak sok a kókler, sok az, aki nem ért hozzá, jó helyre kell. Jó helyre kell menni. Nekem alapvetően pozitívak vele kapcsolatban az élményeim, mert még nem próbáltam. De mindig mesélek róla, hogy ittem a Benit. Mindig pozitívak a benyomásai. Igen. Hisztek abban, hogy két embert egymásnak rendelt a sors? Létezik mindenen átívelő kapcsolat? Feri kérdezi, de szép kérdés. A mindenen átívelő kapcsolat az létezik. Sajnos. Nem szabadult, te se. Én szerintem van ilyen, tehát amikor tényleg két idős embert láttok, és halljátok, hogy az egyik sajnos ugye meghalt, és fél év múlva, nem fél év, egy hónap múlva, egy hét múlva, két hét múlva, utána megy a másik, az nem szólt másról, mint hogy egyszerűen ők nem tudnak egymás nélkül létezni, és ők 50 éve, 60 éve egymással, egymásnak. Szerintem van ilyen. Nem, a másiknak nem bírta a szíve az örömet. De egy olyan kiégett, egy cinikus, egy rohadt egy állat vagy. Hogy egy ilyen szép történetbe is így belegázolni. Van, amikor tényleg két lélek úgy dönt, hogy ők együtt élik le az életüket. És valaki, valamelyikkel történik, ha 81 éves korában, és azt hallott, hogy a bácsik a 81 és fél éves korában úgy döntött, hogy ő neki nem élet az élet a nénike nélkül. Aha, vagy ez gyönyörű. Vagy ez is lehet, hogy a nénike úgy dönt, és a bácsikának meg nincs más választás. Ja, jó, nem, persze. A bácsik a swinger klubba megy utána, és habzolja az életet. Én szerintem ezek helyes történetek. Van ilyen? De szép. Van ilyen. Szerintem van ilyen. Hali, kérdésem, hogy évek óta hallgatlak benneteket, most tűnt fel Feri pajzák is kacagása, szerelmes lettem a nevetésével, üt Cibi. Nem, Gabi küldte. Oh, vagy csak petérésem van, Gabi kérdezi. Lehet. Engem. Azt mondja, hogy tudtok valami jó sportot, de jó. Hát ezeket nagyon szeretem. Igen. Következő kérdés. Van egy csomó. Figyelj, találd meg, mennyi a sportolj, hát ki mit szeret, nyilván. Próbálgass végig mindent. Próbálgass végig mindent, aztán egyszer csak valamibe beleszeretsz, nyilván. Vannak ilyen sportek választó napok felnőttek számára is, nem csak gyerekeknek. Elmész, oda végigpróbálgatod őket, aztán amelyik megtetszik, akkor amellett leorganizol. De egyébként azzal sincsen semmi gond, hogyha mit tudom én, fél évig csinálsz ezt, fél évig azt. A mozgáson van a hangsúly. Igen, meg hogy élvez, szeres, persze. Annyi minden van már, annyi mindent lehet csinálni, igen. Mi a véleményetek a Petőfi Rádió körül kialakult mizériáról? Gondolok itt például a reggeli csapat lecseréléséről. Ezt egyébként nagyon sokan megkérdezik most tőlünk, hogy nem egy kérdés, ez Gábor küldte, de nem egy ember akarja tudni, hogy mi mondjunk valamit a Petőfi Rádióról, és a kialakult mizériáról. Nagyon szívesen egyébként beszéltünk róla. Gábor, miért küld ide SMS-eket most nálad? Ez nem a bocskorta hülye. Csak Gáborként írta alá.
ők a mi új hallgatóink, akik elhagyták a Petőfit a változás miatt. Beszéljünk egy pár mondatot a Petőfiről, én nagyon szívesen elmondom, hogy szerintem mi ott a gáz, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok. Hát nekem az a véleményem, hogy én méltatlanak tartom azt a fajta sárdobálást, meg mocskolódást, ami a reggeli csapattal kapcsolatban zajlik, ugyanis nekik semmi közük nincsen azokhoz a változásokhoz, nem ők generálták ezek a változásokat, nem is rajtuk kellene elverni a port. Most az, hogy a Marian, a Levente, meg a Miki ott vannak, az nyilván ez egy felkérésnek a következménye. Őket felkértek egy munkára, ők azt aláírták, elvállalták, leszerződtek oda. De nem ők a hibásak. Tehát nem miattuk rúgták ki a marcit. Arra gondolsz, hogy az a fajta felháborodás, amit most rájuk zúdítanak a kommentek formájában, azt ők nem érdemlik meg. Ugye nem. A Facebookon mindenhol, hát nagyon-nagyon-nagyon keményen bántják őket. Hát egy vezetőségi döntés született az átalakításról, kitették a Budamarcit, és valakiket kerestek a helyükbe. Ők vannak elő nyilván. A nagyobb gond szerintem még a műsorvezető váltáson kívül az, hogy az a vonal, amit a Petőfi nyomott a zenében, azt ők elfelejtették. Persze. Én csak most én mindenképpen az emberi oldalát domborítanám kell a dolognak, tehát hogy én amikor olvasgatom ott a kommenteket, én érzem rosszul magam a bőrömben, amiatt, amit ők kapnak, és úgy, hogy mondom, nem ők indították el ezeket a változásokat, amik nyilván azt megértem egyébként, hogy nem tetszenek a változások azoknak az embereknek, akik hosszú évek során megszerették a Petőfit, megszokták a műsorvezetőket, és hirtelen eltűnnek azok a zenék, eltűnnek azok az arcok, hangok az éterből, akik miatt ott voltak, és jönnek helyettük mások. De nem a másokra kell haragudni, hanem azokra, akik ezeket a folyamatokat beindították. Igen, én szerintem ott most sok dilettáns kicsit megérkezem keményen a megszólalásban. Na jó. Nem, szerintem sok dilettáns döntés születik most ilyen pillanatban. Ugye miről van szó? Alapjánvéve arról van szó, hogy fennáll a veszély annak, hogy mondjuk a klassz megszűnik novemberben. A Petőfi döntése nem szól szerintem másról, mint hogy megpróbálják most egy kicsit a zenéket úgy behúzogatni, hogy valamilyen szinten a klassz helyébe lépnek, és fölépítenek, ha mondjuk mi valójában megszűnünk, mert mi mindig nem tudjuk, hogy mi történik, szerintem senki nem tudja, vagy csak nagyon kevesen, megpróbálják a Petőfit egy klassz szintre felhozni. Ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz döntés, azt is elmondom, hogy miért. Egyrészt, ha neked van egy teljesen más irányultságú rádiód, mint a Petőfi, ami kiváló zenéket nyomott. Ha oda elkezdesz klasszos zenéket, klasszos szignálokat behúzogatni, akkor nem történik más, mint hogy az a hallgatói tábor, aki szerette a Petőfit, az még kevesebb lesz, mert eljön onnan. A klasszos hallgató viszont nem megy át, tehát maga a koncepció, hiszen itt van, nem egy jó koncepció. Tehát van egy rádió, mint a Klassz FM, és van a Petőfi, ami két nagyon eltérő rádió. És elkezdek egy kicsit a klassz irányába elmenni, akkor elvesztek abból a 800 ezerből is, aki hallgatta a Petőfit. Ehhez nem kell túl nagy szakmai hozzáértés, hogy ezt lássák, ezt nem mérik külön jól. Mert nem jöttünk reggelre két kovát, azt welcome. Mi történik? Ők úgy gondolkoznak, hogy ha megszűnik a klassz, majd biztos bennünket többen hallgatnak. Nem. A Petőfit kevesebben fogják, ha klasszos zenéket játszik, a 800 ezerből is eltűnik mondjuk 200 ezer. Szerintem ez egy nagyon rossz döntés. A másik, ami szakmailag szintén nagyon rossz döntés, hogyha van egy bizonyos típusú reggeli műsor, mint a miénk, vagy van például olyan, mint ami a Sláger FM, van a Music. Ha én programigazgató lennék, akkor pont meghagynám egyrészt a Budamarcit, mert ő nagyon más volt. Nagyon más, hogy dolgozott, nagyon kialakult volt, de tök más, mint a standard rádió reggeli műsor, ahol két-három pasi, egy nő beszél, röhög és témákat dolgoz fel. Ehhez képest a Marci nagyon más volt. Berakni egy olyan műsort, ahol két pasi, egy nő ugyanúgy a sokhoz képest még sokadik pluszban megfejt egy témát, az óriási zsákutca. Hát abból már van három vagy négy. Az. Tehát meg kellett volna hagyni a Marcit, és valami teljesen más csinálni. Hát, és ha megszűnik a klassz, esetleg se fogják egyébként a Petőfit annyira hallgatni, mert ahhoz az egészet le kell radírozni, és egy új klasszt felépíteni, ami viszont nem fog menni. Tehát ez nem egy jó döntés. Tehát, hogyha változásokat akarnak, akkor ennyi változást egyszerre senki sehol nem fog lenyelni. Ezek olyan radikális változások, hogy elveszik a kedvenc zenédet, elveszik a kedvenc műsorvezetődet. Na most, hogyha a változások, akarsz, hogy ezeket a változásokat szépen lassan is át lehetne nyomni az embereken, de nem egyszerre, hogy Én nem hiszek, ha egy Petőfit szerető meghal egy klasszos zenét, az sikítva elmenekül. Ő ugyanis Petőfit akar hallani. Bizonyám. Szóval oda berakhatsz egyszer csak egy nem tudom mit, egy Sziát, meg egy Lady Gagát. Nem tudod lassan sem. Én azt mondom, hogy ezeket a változásokat, mondjuk a zenei palettának a változásait, sokkal inkább vagy könnyebben lenyelnék a hallgatók, hogyha mondjuk azok az arcok, azok a hangok tálalnák,
akik eddig is ott vannak. Tehát, hogy most más a zene, hát, más a műsor. Szerintem a Buda Marci, igen. Még a Buda Marci nagyon jó volt. Jó volt reggel. Szerintem nem, de én kedvelem a Marcit ettől függetlenül. Én nem nagyon szeretem az ő stílusát, de mint embert nagyon kedvelem, mi dolgoztunk is együtt annak idején. Én tőle egyébként egy picit többet várnék akkor, hogyha megszólítják ezzel az ügyel kapcsolatban. Én például tőle furcsálom ezt a fajta csendet. Szerintem meg tök etikus, szerintem meg nem szabad. Egyrészt, ha onnan te eljöttél, tök elegáns, onnan oda elkezdeni sárdobálni, nem tudod, még nem tudod, hogy mi lesz vele, délután van-e szerződés, nincs szerződés, én... olvasni dolgokat, hogy ő tárgyal, nekiállni, hogy ott pufogni, meg visszamenőleg azt mondani, hogy vele, hogy elbántak, mindig a hallgatás, az nagyon elegáns. Ne, az nagyon elegáns. Nem gondolom, hogy etikátlan lenne, hogyha két mondatban megvédeni az utódait, hogy ne rájuk haragudjatok. Ő megvédte, írt ki posztot, drukkolok a reggelnek. Igen, nagyon korrekt volt. Én egyetlen posztot olvastam tőle, az új hajáról szól. Nem, ő előtte elköszönt. Előtte van elköszönt, és ott azt igen. írta, hogy ne bántsák az újakat, mert nagyon sok sikert kíván nekik, hajrá. Nagyon elegáns igen. volt. Ezek nagyon a személyes kérdések, volt. Ezek is érdekesek, de szerintem ilyen vezetési, meg formálási hiba, hogy az egyetlen olyan viszonylag alternatív zenei forrást szüntetted meg, ami tényleg karakterisztikusan más volt, mindennél másabb. Bekapcsoltad a Petőfit, és tudtad, hogy azt hallgatod. Igen. Egy hang alapján. Ezt most nyilván, besorolni ugyanoda, ahol a többi nyilván van. Nyilván most van egy ilyen rádiós helyzet, és bazíroznak arra, hogyha megszűnik mi esetleg, mi mindig nem tudjuk, hogy mi van, erről azért beszéltünk, akkor majd ő kicsit, amiről beszéltem, a helyünkbe lépnek. Nem jó döntés, nem fogod tudni. Nem fogod tudni. Én pontosan azt a zenei palettát erősíteném, amiről a Petőfi egyedi volt beazonosítható. Ugyanis van másik számos 20 rádió, ami hasonló zenét nyom. Hát akkor a 21-ben a Petőfibe se kezdem el ugyanazt nyomni, hanem meghagyom azt. Sok magyar zene, a zenészek felkarolása, a magyar zenészekkel interjú, mert más. Szóval szerintem nem jó döntések vannak ott, de hát ezt ők tudják nyilván. Minden esetre mi drukkolunk a Levieknek, hát kedveljük őket, igen, nem szabad őket bántani. De a Marci is baromi jó volt. Én kedveltem. Szeretem, ha valaki kicsit más csinál, mint a mainstream. Azzal nekem sosincs bajom. Azt mondja, hogy még egy gyors kérdés, kettő is. A gólyahúsevő madár, kérdezi Gyula. Jani, te vagy az állat. Ott van. Igen. Eszünk békát. Így van. De néha, amikor félre csap a csőrével, akkor egy mindenféle sást, meg békalencsét, meg ilyeneket is bekortyol. Igen. Gyokornak meg lesz a karrier Grand Slam, kérdezi egy hallgató. Meg hát. Na, javulsz teniszben? Nem, de biztos, hogy benne, mert ő meg akarja csinálni. Hisz tudod, mi a karrier Grand Slam? Azt se tudom, miről beszélsz. Gyokornak minden megvan. Majd lesz. Is ha nem, akkor pedig megvesszük, ugye? Gyerekek, Gyoko átlépett a 100 millió dolláros álomkereseten, ez eddig soha senkinek nem sikerült tenizni. Így van a karrier grenzem, ha megvan mind a négy. Én szerintem behúzza a Garrost, valószínű, és akkor minden megvan. Neki még a Garrost hiányzik. De most, hogy Nadal nincs, Roger nincs. Na. Én is kicsit már rosszul érzem magam, úgyhogy... Hát te se akarsz indulni. Már nekem is fája a hátam, igen. Jól van. Viszont... Paracső. Egy picit elbeszéltük az időt, köszönjük a kérdéseket. Mindjárt jövünk a kérdéssel. Csak mondom, hogy ja. készüljön mindenki lélekben. Ja, egy hármas kérdéssel. De még egy hármas ugrást játszunk, csak mondom, hogy írjál gyorsan. Ja, oké, már írom. Jó, drága hallgatók, 4 darab VIP jegy a jövő héten kezdődő Harley Fesztiválra. Hány kereke van egy klasszikus Harley? Ezt lehet megnyerni nem sokára, de előtte játszunk egy jó kis hármas ugrást. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! Tomi vagyok. Tamás, hello Tamás! Honnan hívtál minket? Tanakajdról, Szombathely mellől. Tanakajd. És mit csinálsz arra felé, mit dolgozol? Most jelenleg itthon vagyok szabadnapos, de amúgy a Szombathelyen dolgozom a rendőrségen, mint közalkalmazott. Ja! Mit közalkalmazott? Emlékeztek a szirénázó? A szirénázó! Néno! Igen, BL játékot játszó két rendőrünkre, akik szirénáztak. Hallottad őket, Tamás? Igen, hallottam. Imádtuk őket, nem ők nyertek, de mindenki megérdemelte volna. Büszke voltál rájuk, Tamás, nem? Önszegről végre azért mégiscsak kollégám. Igen. Messzi vezeti Sziszóra, de szerettem azt is. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem mit kés a vajban. Kés a vajban. Na, így szól az első kérdés. Hogy hívják azt az arab mesehőst, aki 1001 éjszakán keresztül mesélt a férjének? Seherazade. Ahogy van. Mondani akartam, hogy egy népszerű DJ is. Menjünk tovább. Persze. Baseball sapkáért, így szól a második kérdés. Melyik zenekar egyik dalában hangzik el, hogy amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek?
Kowalski meg a Vega. Nagyon hasítunk. Na? Jöjjön a harmadik is. Igen, a harmadik. Így szól. Hogy hívták az első műholdat? Sputnik. Azaz, Sputnik egy. Így. Nagyon jó vagy. Tök jó. Köszönöm. Tamás, hát tök jó vagy. Olyannyira, hogy ez egyébként a köznyelvbe is beépült. Mondjuk egy bizonyos kort azért el kell érni ehhez az embernek, tehát hogyha egy korosztályhoz tartozol, akkor az összes műoldat Sputniknak hívod. Így van, igen. Tamás, gratulálunk, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Jó, ügyes voltál. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok, sziasztok. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. És akkor most. Harley Fesztivál rajongók, figyeljetek! Négy ember nyerhet. Illetve egy ember nyerhet. Négy fős VIP-belépőt, egy nagy mobilhomot, ahol meg tudtok aludni, úgyhogy nagyon-nagyon profi lesz, és nem csak motorosoknak ajánlott a fesztivál, mert ugye jó koncertek vannak, jó programok. Hanyadik alkalommal rendezik meg idén a Sörsön a Harley Davidson? Jézus Isten! Harley Davidson! Te! Lőrinci, te! Open Road festet! Június 8-a és 12-e között, tehát hanyadik alkalommal rendezik meg a fesztivált? Így van. Hát ennél könnyebbet nem tudunk kérdezni. Igen, de tényleg, tehát, hogy ez lehetetlen. Meg kell nézni interneten, jó? Küldjétek SMS-ben a jó választ, mi pedig jövünk mindjárt. Egy pici szünet után SMS számunk 0670. Azt szól Ferenc. Jó volt. 645 00 00, jövünk mindjárt vissza. 3-10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Nem sokára hívjuk a nyertesünket, előtte gyorsan mutatjuk a nap legjobb pillanatait, aztán még kisorsolunk egy négy főre szóló VIP belépőt, és hát, hogy kellemes legyen fesztiválozni, adunk hozzá egy mobil home-ot is, ami a szállás területén van, így, illetve bent van, ugye, így hát tulajdonképpen már a buli területén lesz a szállás, nem is kell elmenni, nem kell semmi, elmociznod. Kell ide menni, oda menni, ott vagy, ott van a mobil home, és ott tudtok majd hát bulizni 4-5 napon keresztül. Na, de előtte mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Beszéltünk dr. Pécsi Ágnessel, aki egyiptológus, mert hogy Tutenhamon tőre tart most mindenkit lázban. Kiderült többek között, hogy egyébként egy 30 éves leletről van szó, de régészek és fizikusok is ugye megvizsgálták ezt a tört, és rájöttek, hogy hát egyrészt egy nagyon szép darabról van szó, kettő, hogy egy meteorból származhat, tehát földön kívüli eredetű anyagok is vannak benne. Fölhívtuk Ágit, aki egy nagyon helyes dolgokat mondott, és nagyon okos volt, és sok mindent tudtunk meg a témában, vagy a témáról tőle. Jó dolgokat mondott, ő egy egyiptológus. Igen, és beszéltünk a piramidiótákról is. A piramidiótákról is beszéltünk. Igen, akik mindenféle elméleteket gyártanak, hogy hogy építették a piramisokat, de helyes volt. Nagyon. Valamint, ugye Zsül hétvégén kiderült, hogy Egerszalókon járt, és rögzített az ő kis telefonjával egy lármafát, egy hangos bemondót, mert hogy kiderült, Egerszalókon még mindig így tájékoztatják a lakosságot, és hát mi ezt imádtuk. Néha valaki beül a mikrofon mögé, megnyom egy gombot, és elmondja, amit el kell mondania. És kiderült, hogy egyébként ez Heves megyében még nagyon sok más helyen is van, így tájékoztatják a lakosságot hangszóron keresztül. Zseniális. És rengeteg virággal ajándékozta meg a barátnőjét is, amit ott találta közelben, egy nagyon szép kis temetőben. Igen, igen. Kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy nálatok még divatban van-e ez a lármafa, és hát egészen elképesztő SMS-eket kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Elveszett egy pitabul, meg egy rotefeller. A minden itt neki. Csabi, hello, jó reggelt! Ehhez képest mi mit hallunk a kertvárosban? Visszük a vasat, minden nemű vasárú, ami fölöslegessé vált a kertben. Orgonyát! Én imádom, én imádom. Jön a dínye és üvöltünk. Dínye, én bírom. Annyira jó, de tényleg. Igen, de ez mindig akkor jön, amikor kisebbek voltak a gyerekek, és aludtak délután, letettük őket, akkor biztos, hogy jött egy ilyen hangos autó. Cirkusz a főtéren! Hey, most meg, amikor mondjuk, hogy minden lenyugszik egy vasárnap délután, tehát hogy ritka pillanat, amikor hogy az egész család egy kicsit úgy megnyugszik, akkor biztos, hogy jön valaki hangoskodni. Ah, igen. De jó, én szeretem. Hát ezek is, amiket beolvastunk SMS-ek, azért, amikor végigmegy a traktor, és ültenek a traktorról. A Flatónál van. Meg kell hungarikum. Hát ez sajnos eltűnnek pár év múlva, pedig hát ez gyönyörű.
Na jól van, akkor hívjuk először a nyertest? Hívjuk a nyertest először, jó? Ugye volt egy kérdés, hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Harley Davidson, vagy mit mondta, Harley? Harley Davidson. Davidson fesztivált, ugye egy 4 főre szóló VIP belépőt adunk valakinek. Ugyan vedd már fel? Ha ilyen szép ajándékot nem illik. Igen, tessék. Hello, jó reggelt, morning show, szia. Csabi, nem Jani, Feri, Balázs. De. Szia. Ciao. Ez nagyon jó. Szafi mindent tud. Azt mondja, hogy motorra idén sikerült összegyűjteni, most látom az SMS-edet, tényleg? Így van. Komolyan? Hát, nagyon örülök. Mióta gyűjtögettél? Hát egy 4-5 éve. És milyen moci? Egy 600-as Honda. 600-as? Hmm. Jó az. Hát az jó. De inkább ilyen terepmotor, vagy speedmotor, vagy milyen? Ilyen túra. Túra motor. Moci. Aha, hát az tök jó. Hát akkor egyrészt megvan a gyönyörű szép motorod, ugye, mert összegyűjtöttél rá, és azonnal ott lehet a Harley fesztiválom. Jó? Hát ezt nagyon szépen köszönöm. Zsolt, van, aki tudsz magaddal vinni? Mert hogy 4 főre szól a belépő. Megoldom, persze. Jó, menjetek, érezzétek jól magatokat, kaptuk egy ilyen mobilhomot, ez a fesztivál területén tudtok lakni, aludni, már amennyit alszik ilyenkor az ember, nekem bulizni ott lenni. Jó? Oké, nagyon jó. Mondj egy jó választ, csak hogy nehogy elmaradjon, mert aztán... 17. jó alkalommal, Atyaisten. Az nagyon szép. Zsolt, mindent elmondunk adás után, és gyorsan át is veheted szerintem a nyereményedet, jó? Rendben. Köszi. Aztán vigyázz magadra azért friss motoros jogsival, óvatosan. Rendben. Hall az ember egészen elképesztő dolgokat. Köszi, ciao. Köszönöm. Hello. Kedves segítségére János, majd lemászik. Hagyja, majd lemászik. Hol a háza? Hozzatok egy ablaktisztító. És a Zsolti ott a helyszínen tud majd kérni dalt a kívánság műsorban. Ott leszel? Na, hát szerda, csütörtök, péntek, onnan szól majd a kívánság műsor. Tényleg? Az Open Roadról bizony. Hát nem mindegy, honnan szóltak, mindig ugyanazok a dalok vannak. Úgy csinált, mint hogy egy másik rádió lenni, szóltok. Szólunk? Hát, jó, hát szólunk, hát úgy értem, hogy kíváncsi műsor. Szépen visszadobtam. Olyan helyesen oldott ezt meg mindig, Csavi, de kiválóan tettem hozzá, kiválóan. Most már küldetés Balázsnak, hogy van, hogy ezzel megfogja. Kiválóan. Hívjuk a naphallgatóját. A te anyád. Le a kalapba, jól bírod. Ember legyen a torfának, ezt így meg tudja védeni. Halló, Márcsi, ott vagyok. Jó reggelt, hello, morning show, szia, Csabi. Szervusz. Jani. Márcsi, ott vagyok. Szóval, hello, írtál nekünk esetben, csak nem ilyen, nem mondtad, hogy morning show, tudod, van egy ilyen játékunk az adás. Ja, jó van, elnézést, én meg már közben dolgozok, egy előadást fogunk elkezdeni. Na, milyen előadás, Zsolt? Mondd nekünk, miről tartasz, hogy mi az előadás? Ja, én egy növényvédelmi szakmérnök vagyok, pontosabban most már egy divatosabban növénydoktor. Növénydoktori előadás. Ha megfázik a búzavirág, akkor a trüsszög. Körülbelül ilyen. De kicsit azért... Itt nagyon jól hangzik. Zsolt. Elég is kicsit félrekívülök a csarnokból, mert vannak, vagy százan is. Jó. Oh. Zsolt, gyorsan mondom, mit írtál, azt mondja, sziasztok, Abonyonban kb. 10 éve a Való Világba hirdették szereplőre, segítsétek a bejutását, szavazzon Csöpkére. Egy hétig ezt hallgatta a település. Mennyire zseni, érted az összefogás, Csöpkére. És ezt hallgattátok tényleg, hogy szavazzon Csöpkére? Igen. Mint a Tórfelvásárló egy olyan autóba, egy kollega fölmondta, mert egy falugazdász mondta, hogy valamit, és egy srác fölmondta a magnóra, és egy autó az egész faluba járkált egy jó héten keresztül, hogy kérdezze, szavazzon, kérem, szavazzon a Csöpkére. Na de szavaztál. A Való Világba. Tényleg, és mi lett, bejutott Csöpke? Bejutott egy pár napig. Nem is napig, ilyen etapig. Szomszéd faluból kiszavazták. Igen, Csöpke akkor bejutott. Jó, van, Zsolt, nem mondtad, hogy morning show, van egy csomó ajándékod a reklámblogban, ha nem tudod meghallgatni, úgyis küldjük automatikusan. Mennyi jó előadás neked, jó? Köszi. Jó, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao.
Minden reggel, szervuszok. Köszönöm, hello, drága vagy, hello, hello. Na, mi a recept, François? Hogyan tehetjük el a François az ellenállásból a nyár ízeit télire tartósítószermentesen, tök fontos, és cukor nélkül. Na, de mi? Lecsó? Ez kérlek szépen még nem lecsó, mert annak majd egy kicsit később lesz a szezonja. Cukor nélkül. Igen, meg viszonylag keveset szoktunk bele tenni. Ratatouille, François. François, kérlek szépen. Ez epernek van most a végszezonja, és a bodzának is, úgyhogy én egy epres bodzalekvárt csinál. És ezt írtam le, hogy hogyan kell. Ez cukormentes, tehát olyanok is, akik diabéteszesek ehetik, meg aki érzékeny erre, és nincs benne semmilyen tartósítószer. Óriási bodzaszörp készítő vagyok. Már megy. Mert még egyszer sem csináltam, de tudom, hogy ki a fejben. De a fejben nem tudsz megvenni bodzaszörp készítésbe, annyira durván elmondom, hogy hogy kell csinálni bodzaszörpet. Jövő héten te írod a receptet fejben. A legnagyobb fejben bodzaszörp készítő vagyok. Szóval egy kis lekvár. Menjetek, már sétáltok egyet, szedtek egy csomó bodzát. Én elmondom, egyetlen oka volt, hogy nem volt otthon 5 literes befőttes üvegünk, ennyi. Mert én anyámtól tudom, hogy kell bodzaszörpöt csinálni. És baromi jó recept. És egyéb edényetek sincsen, mert nem kell hozzá. A felmosóvödörbe azért én megcsinálnám, csak a wiki elég tisztaságmániás. Igazad van. Milyen hülye vagyok, hogy vagy befőttes üveg érted, vagy felmosó. Hinde, hogy a férfi találékosság, még azért van ötletem, csak mondtam a wikinek is rám legyintett. Ebből éreztem, hogy nem arattam. Osztatlan sikert igazából. Ne áruld el neki, már csak a végeredmény. Finom, pohárba szörpi. Édesem, miért van a villettás vödör az asztalon? Mert bodzaszörp lesz benne. Hinde, nagyon finom lett. Ezért nem csináltam hétvégén bodzaszörpöt. Na, akkor sikáljunk. Tök egyszerű egyébként, tényleg, és tök finom. Mondd már el most a hallgatókat. Elmondom, veszek 8-10 fej nagy bodzát. Bele áztatjátok ezt egy 5 literes edénybe, vizet engedtek hozzá, és 3-4 napig hagyjátok állni, cukor, citrom, méz ki, ahogy szereti, megízesítitek, és az a lényeg, hogy néha át kell kavarni, hogy ugye a bodza ne erjedjen, rohadjon bele, 3-4 nap után pedig az 5 litert leszűröd, csókolom. Isteni bodzaszörpöd van, de ez ugye kész, tehát ez nem sűrítmény, ez kész szörp. Ennyi cukor, citrom, citrompotló méz, ezt hozzáteszed, ízlés szerint megvan. Megmosod előtte a bodzaszörpöd? Meg kell kicsit. Sem. Nem kell. Nem mosom meg. Az ónos eső miatt nem mosod meg, mert így van az összes olyan anyag, ami egyik, amiből a szörp lesz egyébként, az leoldódik, és ezért kell nem út mellett szedni, hanem leteszed a kocsit, besétálsz a zöldbe, ott megszeded a bodzát, elszaladsz a gazda elől, aki lövöldözik után. Nem, nekem volt ilyen. Édesem mindig így csinált, egyébként jó. Ja. Jó. Na jó, van még valami, amit mondani akartál? Igen, el szerettem volna mondani, hogy a hétvégén fognak rendezni egy futóversenyt, egy jótékonysági futóversenyt Balatonkenesén a Széchenyi Parkban. Egy kislánynak, Sarkadi Annának a megsegítésére rendezik ezt a futóversenyt. Ő 13 éves és januárban leukémiát diagnosztizáltak nála, és minden segítőkész ember, tehát itt elsősorban mondjuk a Balaton környékieket kérik a szervezők, hogyha gondolják, akkor menjenek el. 200 métertől 5000 méterig különböző távokat lehet vállalni, és még egyszer mondom, hogy Sarkadi Anna 13 éves kislány megsegítésére rendezik ezt a futóversenyt, tehát a nevezési díjakat az ő gyógyítására fogják használni, alkalmazni, fordítani. Köszönjük, János, köszönjük. Mi köszönjük azoknak, akik elmennek. Igen, tessék menni, aki ott van a környékén és tud, az menjen. Csabikám, remek zenék? Hallottam, hogy beszéltetek ma reggel arról, hogy vannak előadók, akikből vidám dalok törnek elő, vannak, akikből kevésbé. Most Adérról is azt gondoljuk, hogy viszonylag ritkán jut vidám dalokhoz. Max Martin és Shellback nevét viszont már korábbról például a Backstreet Boys szerző gárdájából is ismerhetjük. Most ők írtak egy dalt az Adélnak, és ez jóval vidámabb. Nem azt mondom, hogy ez most akkor hülyére rejjük magunkat, de ez most egy vidám Adél sláger. Ez a Send My Love. Ezt hozom nektek. Új! Csak külön a Balázsnak kiemelném, hogy új. Csobot vagy a másik? A Csobot is új, de... A brit kicsit Adél. Híresebb Adél. Igen, jó, milyen jó hangja van. Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00 a telefonszám, hétfőn 6-kor. Nem úsztok meg minket, jövünk. Szevasztó! Ciao. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.